Szeretettel köszöntök mindenkit, és ennél szebb felvezető el sem hangozhatott volna. Ugyanis az alkímia tanításának középpontjában, mint ahogy az elmúlt alkalommal a felvezetőben már fölírtuk a táblára, az alkímiai mennyegző áll. Az alkímiai mennyegzőnek a tartalma pedig az elemek egyesítése, az elemek nagy egyesítése. Azért nagyon fontos az alkímiai hagyományt megeleveníteni, mert az alkímiai hagyományban a hangsúly az elemekre esik. És a nagy egyesítést, az újraegyesítést, azt egészen az elemekig hatolóan kell végrehajtani. Ugyanis minden, ami körülvesz minket, ránk bizatott, és amíg az ember mindazt, ami rá bizatott, vissza nem helyezi a fénybe, addig tart útja a körforgásban. Azt is láttuk az elmúlt alkalommal, hogy szemben a hivatalos művelődés történet alapállásával, mely szerint egyiptomi eredetű lenne az alkímiai hagyomány, nagyon rövid úton beláthattuk, hogy nem, szabír eredetű. Hogy egyiptominak tűnik, ennek az az oka, hogy a szabíroknak meglehetősen sok köze volt Egyiptomhoz. Olyannyira sok köze, hogy a legfontosabb településnév, amit azonnal magukkal vittek, és nem is akárhol adták ezt a település nevet először Egyiptomban, egy bizonyos tartománynak, Keméről, vagyis Kevéről van szó. Ez pontosan az a tartomány volt, amelynek központja, az első nagy szakrális központja volt Egyiptomnak, az egyiptológia szerint Junu, görög átirata, ami Heliopolisnak ismerjük. Heliopolis azt jelenti magyarul, hogy a nap városa, tehát amit a nap műveleteiről mondtam, azt most elkezdem, és nem pedig befejeztem, ahogy a Tabula Smaragdinában azt a bizonyos 13. mondatot olvashattuk. A szabirokkal, vagy más néven szabiánokkal, vagy szabeusokkal kapcsolatban a legfontosabb följegyzés a következőképpen hangzik. Ezek a szabiánok, szabeusok, vagyis szabirok, ne felejtsük el, hogy még az úgynevezett honfoglalás körüli időkben két nagyon fontos vezérszemélyiség, akik Konstantinápolyban tesznek látogatást, egy bizonyos Konstantinos Porfirogenitos császárnál, így mutatkoznak be, hogy ők szabír lovasok. Vérbulcsúról és tormásról van szó, akik görögül ezt a bizonyos mondatot hangoztatják, nevezetesen, hogy ők szabirto aszfaloik. A szabirto aszfaloi pedig magyarul szabír lovast jelent. Vagyis ekkor ez a hagyomány még töretlenül él a magyarság körében, hogy nekünk az őseink a szabirok. Ezek a szabirok, vagy más néven szabiánok, vagy harmadik nevükön szabeusok, legfontosabb dolga minden esztendőben szól a tanítás, amit följegyeztek róluk, elzarándokolni Egyiptomba a három nagy piramishoz. Ez azért nagyon fontos közdés a számunkra, mert az alkímia, mint a szabirok legbelső és legtitkosabb tudása, középpontjában is a keme, vagyis a keve, vagyis ahogy láthattuk, a bölcsek kövének megvalósítása áll. A közlés szerint tehát valamilyen nem is túl áttételes kapcsolat van a bölcsek köve és a három nagy piramis között. Ha visszaemlékeznek rá, színekről is beszéltünk az alkímia kapcsán. Nevezetesen beszéltünk egy fekete színről, beszéltünk egy fehér színről, és beszéltünk egy vörös színről. Már akkor fölfigyelhettünk rá, hogy ebből a három színből kettő hangsúlyozottan szerepel a magyar címer ábrában. Nevezetesen a magyar címer ábrának az bizonyos Árpád sávos pólyájában, és milyen érdekes, láttuk, az Árpád név ugyanakkor nagyon szépen visszautalhat akár Egyiptomig. Vagyis itt nem fantáziálgatásról van szó, hanem ezek a gondolati utak nagyon szépen zárhatók, és egymást fogják igazolni. Milyen érdekes egyébként, hogy az egyesített egyiptomi korona, felső Egyiptom koronája és alsó Egyiptom koronája, tudva lévően Ménész óta, milyen színű is? Fehér és vörös. Fehér és vörös. Azért ez több, mint figyelemfelkeltő. Egy kettős koronáról van szó, aminek azonban a tetején, tudva lévően, Ménész óta volt egy hegyi kristály gömb. Vagyis ez milyen korona? Voltak éppen egy hármas korona. Ezt nevezték egyébként Thot koronájának.
vagy ha a görög névalakhoz ragaszkodunk, hogy így ismerősebb legyen, Hermes Trismegistos koronájának. De nevezték Horus koronának is. Egyre érdekesebb kapcsolódások bomlanak ki. És ne felejtsük el, hogy a magyar koronázási jelvények között van egy hegyi kristály gömb. És ennek a hegyi kristály gömbnek az átmérője éppen megegyezik a magyar szent koronán szereplő Pantokrátor képnek a szélességével. Azért ez mindenképpen elgondolkodtató. Ráadásul ez a hegyi kristály gömb tudva lévően egyiptomi hegyi kristály. Itt most ezt a gondolatot zárom, csak Egyiptom okán villantottam föl. Vagyis tehát a bölcsek kövének valamilyen nem túl áttételes kapcsolata van, itt tartottunk, a három nagy piramissal. Lerajzolom a három nagy piramist. És megkérdezem, ismerős ez nekünk? Hát bizony ismerős. És véletlenül nem éppen a címernek a túloldalán van? És véletlenül nem ebből nő ki egy korona közbeiktatásával? Egy bizonyos, most nem rajzolom tovább, mert nem akarom letörölni a szerelem szót. Egy bizonyos kettős kereszt. És véletlenül ez a kettős kereszt nem tűnik föl az egyiptomi hieroglif jelek között? Már Sir Wallace Budge is fölhívta rá a figyelmet. Mit keres egy kereszt? Mit keres egy kettős kereszt a hieroglif jelek között? És fölveti a gondolatot. Esetleg valamilyen előzményt láthatunk az óegyiptomi vallást illetően a kereszténységhez? És tudjuk, hogy bizony, van ilyen előzmény. Ha megvizsgáljuk Ozirisznek, Ízisznek és Horusznak a szerepét, mintha a szent családot látnánk. Mintha a szent családot látnánk. Természetesen itt Ozirisz az atyával egyezik meg. Hiszen Jézus Krisztus Urunk az atya fia, és nem pedig Józsefnek a fia. Tovább bontogatjuk az alkímiát. A hét műveletnél hagytuk abba. Én azért fölírom ide ezt a három szint, mert nagyon fontos lesz nekünk. Az értelmezésben, a hét műveletnek az értelmezésében. Az is elhangzott már az elmúlt alkalommal, hogy ők földrajzi nevek tagjaiként tűnnek föl, szerte a Kárpát-medencében. Nem csak itt, ezen a tájékon, nem csak itt ezen a tájékon, bár itt súlyozottan és jóval sűrűbben tűnnek föl földrajzi nevek tagjaként, mint a Kárpát-medence bármely részében. De ott is feltűnnek. Jellegzetes módon ők a legtöbbször. És még valamilyen módon föl fognak tűnni. Ez a három szín. Egy bizonyos láthatatlan művelet erővonalai mentén. De most ezt a gondolatot is bezárjuk, mert majd később kell előrángassuk, a könnyebb érthetőség kedvéért nem most. Még valami nagyon fontosat meg kell beszélni az alkímiát illetően. Nagyon sok latin kifejezés kerül most a táblára, annak okán időnként eszembe fog jutni, hogy hangosabban kell beszélni, akkor megemelem majd a hangomat, ezt el fogom rendre módra felejteni 5 percen belül, de akkor jelezzenek jó, ha nem hallanák rendesen, amit én mondok. Már jelzik, csak én képtelen leszek 3 órán keresztül ilyen hangosan beszélni. Latin fogalmak kerülnek most föl a táblára. Nem azért, mert idegen tollakkal akarunk ékeskedni, különösen nem mi, hiszen a magyar nyelv minden rétegének, a teremtés minden rétegének a kifejezésére tökéletesen megfelel. Azonban az alkímia műveletei, példának okáért, az európai hagyományban latinul maradtak fönn, és mindenki így ismeri. Veszem a bátorságot, és ahol lehet, magyarítani fogom őket. De csak ahol lehet, ott, ahol a könnyebb érthetőség kedvéért maradhat latinul, ott marad latinul. Jó? Rögtön 2 fogalommal kell megismerkednünk. Az egyik a prima materia. Én rövidítek. És a materia benedicta. Ez magyarul annyit tesz, áldott anyag, megszentelt anyag, fölemelt anyag. Az alkímiában. A prima materia pedig nem az anyag, nem a materializmus általában vett anyaga, hanem egy rendkívül érdekes fogalom.
nem csak az alkímiai hagyományban szerepel egyébként, ha az ősi metafizikai hagyomány vonulatokban elkezd valaki kutakodni, voltaképpen mindenhol valamilyen formában meg fogja találni a prima materiának megfelelő fogalmat. Ez valami olyasmi jelentéssel bír, mintha azt mondanám, hogy minden anyagiságot, minden tömegszerűséget hordozó. Erre szokták a filozófusok azt mondani, hogy szubstancia. Mi nem szeretjük az idegen szavakat, de legyen szubstancia. Tehát az anyagi világ létezését hordozó legalapvetőbb minőségről van szó. Maguk az alkimisták, amikor magyarázzák a prima materia és a materia benedicta közötti különbséget, akkor két meglepő mondatot szoktak mondani. Az egyik, hogy a kettő voltaképpen ugyanaz. És a kettő voltaképpen teljesen különbözik. Különbözik mégpedig annyiban, szokták az alkimisták írni, mint ahogy különbözik az anyag a szellemtől. Így már azért érthetőbb. A materia benedicta az átszellemített anyag. A fénnyel telített anyag. Ki fogja fénnyel telíteni? Aki birtokában van a bölcsek kövével. Ha a fénynek, a fém megfelelőjét keressük, ugyancsak az alkímia, de akármilyen más metafizikai hagyományvonulat keretében, milyen érdekes a magyar nyelvben a fém és a fény, azok voltaképpen fedésbe hozhatók. Vagyis minden fém az elemek szintjén, a fénnyel egy rendkívül szoros kapcsolatban álló létező. És ezek között, a fémek között is, melyik áll a leges-leges-leges legszorosabb kapcsolatban, csak azért mondtam háromszor, mert Hermes Trismegistus. A leges-leges-leges legszorosabb kapcsolatban a fénnyel, ha nem az arany. Vagyis az aranycsinálás műveleténél vagyunk. Az aranycsinálás műveletének titkát ismerjük meg. Igen ám, de ha ez arany, ennyire szorosan kötődik az aranyhoz, értelemszerűen szorosan kötődik ahhoz a kozmikus létminőséghez, és ahhoz a közösségi létminőséghez, amely az arannyal ilyen rendkívül szoros kapcsolatban áll. Ez pedig a királyság. Vagyis a bölcsek kövét birtokolni, az aranycsinálás műveletét birtokolni, és mindezt végrehajtani, vagyis a nap műveleteit végrehajtani, az a királysághoz kötött. De milyen királysághoz? Egy olyan királysághoz, ahol fedésben van a külső királyság és a belső királyság. Vagyis én csak úgy tudok a külső világban királyi helyzetbe jutni, ha a belső világban megvalósítom ezt a királyságot, és viszont ezt a királyságot nevezi a metafizikai hagyomány kezdettől fogva szakrális királyságnak vagy világkirályságnak. De ha mi egy szakrális királyságról és egy világkirályságról beszélünk, akkor két dolgot kell tudnunk, legalábbis most ezen a szinten, ahol állunk, magamat is beleértve. Az egyik, hogy ez a szakrális királyság egyöntetűen kapcsolható valakihez. Ahhoz a valakihez, akitől, és ezért kapcsolható hozzá, akitől ered ez az egész világkirályság. Ő pedig Nimród. Ezt a nevet viseli. És ez azért döbbenetes, mert Nimródnak a legjellegzetesebb attribútuma, ha tudjuk azt, hogy ő fölkerült az égre. És ha tudjuk azt, hogy nem véletlenül került föl az égre. Ugyanis már itt földi életében az égből kapott koronát. De ezt a történetet mindenki ismeri. Ennek okán is kerül föl az égre. És az égen csillagképként a legjellegzetesebb attribútuma, jellemzéke, az éppen az öve. Az övének a három csillaga. Hát letöröltem. Az övének a három csillaga ott volt. Ugyanis amikor az övének a három csillagát a Földön megnyilvánították, és megjelenítették, akkor értelemszerűen magaslatot képeztek. Hegyet képeztek. Ezt vagy úgy, hogy már ott volt egy hegy, és csak egy picit módosítottak rajta. Vagy úgy, hogy ott volt egy hegy, Gíza esetében erről van szó, ugyanis ott volt egy, fogóckodjunk meg, ott volt egy hármas halom. Minden kutató leírja, hogy a három nagy piramist odaépítették, ahol volt egy hármas halom. És ezt a hármas halmot erősítették meg ezzel a különleges három építménnyel. Amiről ne feledkezzünk meg, hogy ősrégi jele egy bizonyos elemnek.
Mert ha én fölrajzolom újra ezt a felfele mutató háromszöget, akkor mindenki tudja, hogy ez nem csak csillagmitológiai jelkép, hanem alkímiai jelkép is. Kezdettől fogva így jelképezik az alkímiai hagyományban a szabirok óta a tűzelemet. És hogy Nimrodnak mi köze a tűzhöz? Pontosan annyi köze van, hogy nagyon-nagyon sok köze van. Ugyanis Nimrodról ismert az a történet, későbbi változatban a Nimroddal azonosított Zoroaszterről ismerős ez a történet, a görögök nevezték Nimrodot Zoroaszternek, ezt több forrásból tudjuk, tételesen tudjuk. Tehát ez megint nem képzelgés, ez egy alátámasztott, kellően alátámasztott tény. Tehát ez a Zoroaszter, vagy ahogy nagyon sokan ismerik, Zarathustra, aki a mágus vallásnak egyfajta megreformáló személye volt, első mágikus tettét abban jegyzi föl a hagyomány, hogy ment a mezőn, és a földből látott, na igen, ám, de a föld is egy elem. Ne felejtsük el. Tehát nem csak a mező földje föld, hanem ha én alkímiai vonulaton gondolkozom, akkor a föld az egy elem. És ebből a földből mit is látott? A lába előtt, ahol ment, tüzek törtek föl. A földből. Ez döbbenetes. Gondoljunk bele. Megyünk itt a Pilisben. Kirándulgatunk, zarándokolgatunk, és ahogy így megyünk, a lábunk előtt hatalmas tüzek törnek föl a földből. Ezeket a tüzeket összegyűjtötte, és belőle egy egyetlen egyesített szent tüzet készített. Na most azért álljunk meg egy pillanatra, mert ez ismerős képlet valahonnan. Valami ilyesmit ír Gyöngyösi Gergely mondjuk a pálosok történetében, hogy valaki, valami boldog özséb, kis tüzecskéket lát hol? Hát föntről látja ezeket, ugye álomban vagy rémületben, és milyen parancsot, milyen végrehajtandó utasítást kap hozzá? Mert érzi, tudja. Ezeket a kis tüzecskéket, és akkor innen jön a magyarázat ki, hogy értelmezeket a tüzeket. Tehát ezek a földből feltörő szent tüzek. A tűzteremtés jelent, azt ne felejtsük el. Ehhez is vissza fogunk még kanyarodni, hogy milyen értelemben. És ha én a földet és a tüzet tudom egyesíteni, és ha én a földet és a vizet tudom egyesíteni, és ha én a földet és a tüzet és a vizet és a levegőt tudom egyesíteni, és ha én az összes elemet tudom egyesíteni, azt hívják fénynek, vagyis aranynak. Kezdünk közelíteni a szakrális királyság alapfeladatához. Ki a király? Aki tudja az elemeket egyesíteni. Már az is látszik, hogy a pálosoknak szükségképpen valami nagyon szoros kapcsolódása lesz a Szent Királysághoz, a Világkirálysághoz, a Szakrális Királysághoz, ha úgy tetszik. Amikor tovább magyarázza, hát azért rajzoljuk már oda a vizet is. Azért, mert nagyon tanulságos. Mi a víznek a jele? Ugyanaz. Ezen úgy nem szoktunk gondolkozni. A víz és a tűz ugyanaz. Mi a különbség közöttük? Az irányultsága. Az irányultsága. És az irányultság micsoda a teremtett téridőben? Mert itt nyilván nem téri irányultságról van szó. Hiszen a víz is tud fölemelkedni, és a víz is tud leszállni. A tűz is tud fölemelkedni, és igen, a tűz is tud leszállni. Tehát itt nem téri irányultságról van szó, akkor mi erről? Időbeli irányultságról. Ez nagyon fontos. A tűz és a víz egyetlen egy dologban különbözik egymástól. Már elemi szinten látszik a jeléből. A tűz az időben pontosan ellentétes irányú, mint a víz. Őket kell egyesíteni. Elkezdem őket közelíteni egymáshoz. És elkezdik egymást áthatni. És addig most látszólag egy föl fognak sziszenni sokan, tudom, mert már sokszor rajzoltam, és tudom, hogy föl fognak sziszenni. Hát ez kivétel lesz végre. És ahogy közelítem egymáshoz, egyszer csak pontosan fedésbe kerülnek. Mert ez a pontos fedés. Innentől kezdve már mennek ki a fedésből. És ebben a pillanatban, ha én megfelelően emelkedett állapotban vagyok, mert kezemben van a bölcsekköve, hiszen azzal hajtom végre ezt az egyesítést, akkor észreveszek valamit. De csak akkor veszem észre. Most
Tetszenek érteni? Csak akkor veszem észre. Tehát, ha nem veszem észre, ez kerül be a zászlomba. Ha pedig észreveszem, nem ez kerül, hanem ez. Na most ehhez kétségtelenül nagyon összpontosított állapotban kell lenni. Szó szerint. Összpontosított állapotban. Vagyis az összes erőt össze kell egy gyűjteni. Hogy fogalmazott a tabula smaragdina? Ami nem elsődleges forrás, most már ezt is tudjuk, tehát nyugodtan félretehetjük, de az idézzük föl. Az erő erejének az ereje. Itt van. Itt van az erő erejének az ereje. Ezt lehet birtokolni. És ez a bizonyos Medici itt csalódott. Ugyanis ez egy virtuális létezést feltételez. Nem virtuális létezést feltételez. Virtuális létezést feltételez azok számára, akik csak a kézzel foghatót tekintik létezésnek. Voltak éppen itt a valóságos létezésről van szó. Annak a magjáról. Vagy hogy alkímiai nyelven fogalmazok, annak az eszenciájáról. Vagy annak a szubstanciájáról. Most itt a nagy titok. És észrevettük, hogy ebben minden elemjele benne van. Mert benne van a levegőjele, és benne van a földjele. Hiszen ezek a tűz és a víz csonkításaiból jöttek létre, mint alapjelek. Vagyis végrehajtottam az alkímiai mennyegzőt. Síva jelképe a hinduizmusba. A jóga metafizikájában a tűz révületének és a víz révületének az egyesítési útja. És az alkímiában a nagy mennyegző útja. Ő a férfi típusú létezés, ő pedig a női típusú létezés. Rajzoltam volna ezt is csillagnyelven, ha már szó esett a Vénuszról, a szerelemnek a bolygójáról. És valami még az alkímiához nagyon fontos. Már megint nincs hangom, igen. A hő. Mert mindenki, aki bármilyen felületes módon találkozott alkímiával tudja, minden művelet alapja a hő. Hát kell egy alkímiai kályha. Abba be kell gyújtani. Abban a kályhában fűteni kell. Na de a hőnek melyik a bolygója? Hát az egyik a nap. Igen ám, de itt a nap műveletein megyünk végig. Tehát most nem a napról van szó, hanem én kiveszem ebből a rendszerből a kifejezetten a hő szításáért felelős bolygót. Az melyik lesz? A Mars. Hát ezt mindenki tudja. Hogy nevezték a görögök a Marsot? Timaeli, életerő. Mert itt voltak éppen erről van szó. Nem a lélekerő, hanem az életerő. Na most, ha én a lélek erejét tudom egyesíteni az életem erejével, akkor az mi lesz? Az lesz az élő lélek. Maga az élet. Oda rajzolom. Mi van ott fönt? Az, ami minden szerelemben valósul. Ha az a szerelem, három szinten megért szerelem. Testi szerelem, mert ez is nagyon fontos. Lelki szerelem és szellemi szerelem. És minek a jelképe még? Hát annak a bizonyos androgünnek. És az micsoda, mit mond az alkímiai hagyomány? Nagyon érdekes. Azt mondja Materia Benedicta. És azért mondja azt, mert azt mondja, a prima materia lehet nőnemű, és lehet hímnemű. De a Materia Benedicta androgün. Androgün anyag. Itt vagyunk a végállomásnál. De hogy még tisztában látszódik a különbsége két alapfogalom között, alkímiai alapfogalom között, azt mondja az alkímia. Mondjuk beszélgetünk Paracelsusszal. Visszautazunk most az időbe. Nem ő volt a legjobb alkimista, de Európában ő az egyik legismertebb név. És megkérdezzük. Paracelsus bácsi, tessék már nekünk elmondani, hogy mi a különbség a prima materia és a materia benedicta között. És azt mondja, visszavezessük egészen a kezdetekig? És erre azt mondja a tanítvány, legyen szíves. Akkor nagyon egyszerű a megoldás. Mert tudod, mondja Paracelsus, volt első teremtés, és volt második teremtés. Majd így folytatja. Mert tudod, volt első természet, és lett második természet. És megkérdezi a tanítvány, ezt mind Isten művelte? Igen, ezt mind Isten művelte. És hol van most Isten? Erre azt mondja Paracelsus. Nincs az első természetben. De ő hozta létre.
de nincs a második természetben sem, mert azt is ő hozta létre. Az első természetet az első tűzzel hozta létre. Ez az önemésztés tüze. Ez a vak tűz. Vagy ahogy a Biblia fogalmaz, ez a sötét tűz. Ami Isten lelkében volt, amely lebegett a sötét vizek felett. Ismerős? Alkimia. Ott van a víz, csak sötét. Ott van a tűz, csak sötét. Éreztük már ezt az önemésztő tüzet? Mert az ember lelkében semmi olyan nem történik, ami ne történt volna meg a teremtésben. Mert az ember lelke minden pillanatban ismétel. Ismétli a teremtést. Ezért az ember a teremtés története. Ott van rajta az egész történet a teremtésnek. Le lehet olvasni. Kérdés, hogy a kezdő állapotot is ismeri, vagy csak a végállapotot ismeri. És ismeri közte-e az összes időt? Őket hívják megvilágosodottaknak, akik az összes időt ismerik. A kezdettől a végig. Íme a világ világossága. Én vagyok a kezdet, és én vagyok a vég. Lehet hallani? Csak a bóbiskolók miatt kérdeztem. A második természet úgy jön létre az első természetből, amely ugyanaz a természet, mint az első természet. Csak köztem mégis óriási különbség van. Hogy az első természetben működő sötétség átváltódik fényé. Így lesz világosság. A világosság. Ez pedig nem más, mint az önmegtagadás tüze. Isten önmagát megtagadja, és átváltozik világossággá. Kezdettől fogva azt mondja az alkímia, és az alkímia nyomán nagyon sok szerző, hogy Isten az a lény, aki a sötétséget folyamatosan váltja át világossággá. Abban a pillanatban, ahogy sötétség keletkezett, már is ott van, és váltja át világossággá. Hol van? Egyikben sem, és mind a kettőben. Igazándiból hol van? A kettő között folyton kifeszülve. Kifeszülve. Vagy ha úgy tetszik, megfeszülve. Vagy ha úgy tetszik, megfeszítve. Íme az Isten fia, aki azonos az atyával. Ég és föld között kifeszülve. Ég és föld között kifeszülve. Mert ez a hiteles tartás. De ezt meg kell, hogy előzze ez. Hát kár, hogy a néptáncban nem volt időnk erre. Ez egy jellegzetes mozdulat. De én most már ebben nem megyek bele. Ezt a bizonyos mozdulatot kezdettől fogva villámként ábrázolják. Ezért villámlik Zeus. De nem csak ő. Ez a villám lényege. Az alkimia azt mondja, szulfur, kén, villám. Keleten azt mondják, villám test. Mikor van villám? Amikor vihar van. Ki a vihar istene Közel-Keleten? Bál. Más néven ki? Nimród. És hogy hívják a bálisten papját? Pál. 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 Nem a damaszkuszi. De az ő nevében is ugyanez van. Pál. Egyébként Damaszkusz, az Dumuzi. Dumuzi pedig Nimród fia. Tehát nem állunk olyan messze a forrástól. És ha rákérdezünk, hogy hol fordul meg Saul, és hol lesz Pál, akkor tudnunk kell, hogy egy olyan úton, amely Nimród fiának az útja. Ne felejtsük el, ez most Szíriában van. Szíria jelentése világosság. Nem véletlen. Nem véletlen. Nem mondok semmit. Éppen napjaink eseményére próbáltam utalni, csak úgy döntöttem, nem mondok semmit. Le is törlöm. De vissza fogunk hozzá térni. Mehetünk tovább, ugye? Ez egyébként a teremtés titka. A teremtés titka az önfeláldozás. Csak azt tud teremteni, aki önmagát föl tudja áldozni. Aki nem, az nincs teremtő helyzetben. Nincs. Megjegyzem, befogadó helyzetben sincs.
Na most ezt a Vénusz évében, ahogy, a szerelem évében, ahogy elhangzott. És az egy gyönyörű, hogy ezt már bocsánatot kérek, pont egy Éva nevezetű hölgytől hallottuk. Tehát ez... Nem baj. Aki úgy Éva, hogy pap. Tehát ez... Nincsenek véletlenek. Következzék a hét művelet. Mert az alkímia hét műveletet ismer. Hát az egyetlen olyan lény, aki igazán sokat tudott a pilisről, most ment el. Ez a kutató kutya, mert ő ismeri az egész föld alatti pilist. Sajnálatunkra. Ha én azt mondom hét művelet, akkor egyértelmű, hogy fedésbe kerültem a csillagmitológiai hagyománnyal. Miért? Mert ott is hét műveletet tartanak számon, csak ezt ott, értelemszerűen a hét bolygó köréhez kapcsolják. Igen ám, de mind a hét bolygó voltak éppen a világ világosságának kisugárzása. Vagyis mind a hét bolygó a napnak egy-egy arca. Csak az idő zavarodottsága okán ők szétváltak, és már nem látjuk egybe őket. Az idő érzetünk alapja pontosan az, hogy ami eddig fedésben volt, az szétvált, és különműködve látjuk. De ez csak káprázat. Mert mindegyik csak tükörképe a napnak. Vagyis itt voltak éppen a nap hét műveletéről fogunk beszélni. És ne felejtsük el, amikor megidézzük a nap hét műveletét, akkor ezt a hét műveletet egyszerre kell végrehajtani, belül és kívül. Mert nagyon jól hangzik, hogy ami fönt ugyanaz, mint ami lent, és ami kint ugyanaz, mint ami bent. Csak hogy ez nem retorikai feladat. El lehet mondani minden nap, csak értelmetlen. Ezt meg kéne már végre valósítani. Mert lehet, hogy ez a szerelem éve, és lehet, hogy ez a magyarság küldetésének az éve, csak hogyha nem valósítjuk meg ezt a hét műveletet, akkor hiába. Akkor azt mondja, Jóisten, adtam egy lehetőséget, szevasztok. Már ezret kaptatok. Most se csináltatok semmit. Olyanok vagytok, mint az apostolok. Tényleg, ti vagytok az apostolok népe, most jövök rá. Hát azért alszotok. Péter! A kakas háromszor szól. Tetszik látni, hogy ott van egy kakas? Na most rá is kanyarodunk arra, hogy kint is végre kell hajtani a műveletet. Igen, ám, de az alkimiában mit mondanak? Hogy jön létre a prima matéria? Tessék figyelni, a kakas tojik egy tojást. Egyébként akinek füle van, az érzékeli, hogy talán most megvilágítódik végre az örök probléma. Mi volt az előbb? A tyúk vagy a tojás? Vagy a kakas? Na most, fölhívnám a szívet. Ez annyira aranyos, mert én, aki jött innen a viharsarokból, ahogy régen mondták, tehát ez ilyen agrárszocialista mozgalmi fészek volt, ma meg hát a... De ez nagyon jó különben, ma Tóth központ. Szóval tetszenek érteni, én jöttem a Tóth központból. És hoztam a tabula smaragdinát, a Hermes Trismegistusi hagyományt. Szóval én mondom azt a pilisieknek, amit úgy is tudnak. Van kakashegy a Pilisbe? Van. Van tojáshegy a Pilisbe? Van. Akkor mi nem hozzuk össze? És miért nem gondol arra senki, hogy akkor ez egy alkímiai helyszín? Hát ha van kakas, és van tojás, és ráadásul az egész, tessenek már megnézni. Hát itt a feje. És milyen jó a térkép színezése? Mert még a taraja is valamilyen színű a kakasnak a valóságban. És itt vannak a lábai, tetszenek látni. Belemagyarázás? Hát ha ez belemagyarázás, akkor minden belemagyarázás. Akkor belemagyarázás a turulmadár is, meg belemagyarázás a koponya is, meg belemagyarázás az ég adta világon minden. Mert ugyanezen az elven működik. Hogy itt vannak ösvények. És van egy kontúrja. Hát mitől olyan a kontúrja? Azért már Jóisten úgy teremtette ezt a hegységet. És az ösvények meg hol mennek? Mert azt szokták mondani, hát ezek ösvények, hát ezeket az emberek a lábukkal alakították ki, hát hogy lehet abba vele látni egy turulmadarat, te jóságos ég? Hát úgy, hogy általában a turista utak azért vegyük tudomásul, mit követnek? A szintvonalakat. Na most a szintvonalakat ki csinált az ember a lábával? Nem, a Jóisten a lábával. És ott van a Jóisten lába nyoma. Csak vegyük észre. És ez hiteles ismeretszerzés, de most ebben tényleg nem menjünk bele, mert már annyira felesleges. A szerelem évében inkább emelkedjünk. Na, hogy mi az a hő egyébként az alkimiában, azt innen lehet tudni. Hát ez a hő, az a hő, tetszene tudni, amit az ember leginkább a szerelemben érez.
Mert az ember, amikor szerelmes lesz, először is, az ember nem tud szerelmes lenni önmagától. Olyan nincs, hogy én azt mondom, holnap reggel 7 órakor szeretnék szerelmes lenni. Beállítom az ébresztórát 6 órára, hogy föl tudjak rá készülni, kinézek az erkélyre, és várom a lányt. Na most rendre módra ilyenkor egyetlen egy lány sem szokott jönni, csak csupa pasas. De mivel mi nem léptünk még be semmilyen... És akkor egyszer csak a legváratlanabb pillanatban, de tényleg a legváratlanabb pillanatban, általában a legreményvesztettebb helyzetben, vagy legalábbis úgy gondoljuk, hogy a legreményvesztettebb helyzetben, az emberben valami történik. És mi az első tapasztalat? Most tudják, miért mondtam így? Mert keleten jelesül Indiában a tapasz, az az önmegtagadás tüze, vagyis a szerelem tüze. Mert amikor az ember szerelmes, ezt a tüzet érzi először. Hihetetlen meleg lesz itt. És akkor már kezdjük sejteni, hogy mi az a kályha az alkímiába. Vagy mi az a lombik az alkímiába. Hát begyújtottunk. Begyújtottunk. Mivel? Fával. A fa micsoda? Az elemek között? Az élet. Az élet. Az élettel gyújtottunk be. És az élet elkezd lobogni. És az ember elkezd fényesedni. Mert tényleg milyenek a szerelmesek? De ezt annyian is olyan szépen elmondták. Ragyognak. Innen lehet őket. Van egy gyönyörű népdalunk. A szerelmet eltitkolni nem lehet. Miért? Mert hiába csinál így, meg nem néz oda. Hát ragyog az arca. Édes fiam, látom, szerelmes vagy. Két jele van annak, hogy látom. Az egyik, hogy ragyog a szemed és az egész orcád. És aztán lassan az egész tested. Fényes lesz. Ismerős. János, idéztük a múltkor. Jézusról írja. És orcája és egész ruhája fehér lőn. És megszólal az atya. És mit mond? Íme az én szerelmetes fiam, benne gyönyörködöm. Íme a szerelem tüze. És a szerelem világossága. Az önmegtagadás fénye. Mert fény, vagyis világosság, sötét tűzből soha nem keletkezik. Csak az önmegtagadás átváltoztató tüzéből. Átváltozás. Alkímiai fogalom. Transfiguráció. Nem is fordul elő az alkímián kívül, csak egyetlen helyen. Az evangéliumi hagyományban. Transfiguráció, átváltozás. És azt mondja Jézus az apostoloknak, de erről is esett szó, és tűzben próbált aranyat vegyetek. És vesznek. És szétszélednek. Hát az aranyat nem tűzbe szoktuk próbálni, hanem királyvízbe. Minden egyszerű kémikus tudja. Már általános iskolába. Már megtanítják. Na nézzük akkor ezeket a műveleteket. Miért kell kint is végrehajtani? Mert azt mondtuk, az alkímia az uralkodáshoz vezet. A királysághoz vezet. A király. Egyébként a királyvíz fogalom is az alkimistáktól származik. Pontosan. És hol van a királyság központja? És ilyenkor ne legyünk álszerények. Mert bizonyos kozmikus okok folytán a világkirályság központja a jelen pillanatig, és remélhetőleg még a jövőben is, itt látható. És ennek okán van az, megfelelések okán van az, mert a teremtés megfelelések vonalán működik, és nem pedig fogalmi úton működik, hogy a Kárpát haza, mint láttuk, megfelel egy hasas lombiknak. Megfelel egy cucurbita, vagy kukurbita, most teljesen, de nincs jelentőség, hogy K-val mondjuk, vagy C-vel, lombiknak. De láttuk a kukurbita fogalomról, hogy az mit jelent? Tökfélét. Mint például mondjuk a lilium, meg a tavirózsa, amelyek Szűz Mária jelképei. Milyen érdekes, Mária országáról beszélünk? Milyen érdekes, hogy ez a lombik, amelyben az aranyat kell létrehozni. Egyetlen egy irányba nyitott. Azt megnézték már, hogy milyen irányba? Ez nem kelet. Ez nyugat. Hát hol nem kell átvergődni mindenféle hágon? Ahol viszonylag egyszerűen, akár kerékpára,
el lehet jutni. Egy darabig. Nyíl egyenesen tessenek megnézni, ez az áldott Kárpát-haza Róma irányába nyitott. És akkor az embernek elkezdenek eszébe jutni dolgok. Attila. Attila. És akkor fölírja ezt a nevet, hogy Róma. És akkor elolvassa visszafelé, és látja, hogy ez ugyanaz, mint ez. És akkor azt is látja, hogy itt valami megváltási üttörténeti program csillan föl. Ha minden ki tudjuk bocsátani ezt az aranyat, akkor Róma megtér. És ha valaki nem hallotta volna ezt a mondatot, amely elhagyta a száját egy második János Pál pápának, már amikor tudta, hogy meg fog halni, és már bátor lett. Olyankor az ember bátor lesz, már bármit mond. Úgy is tudom, holnap után kiskedden, már most mit tudnak csinálni? És azt mondta, az igazi kereszténységre, Európát a magyarok fogják megtanítani. És akkor mi az igazi kereszténység? Hát kiderült. Tudva lévő, hogy a szerelmes népdal gyöngyöt gyűjt a tengerfenekén. Fölhozza ezeket a gyöngyöcskéket, és gyöngykoszorút fon belőle a párjának, az élete párjának. Na most mi köze ennek az egésznek ahhoz, amiről beszélünk? Tudják, hogy Nimród csillagképének azt az övét? Hogyan is hívják a magyar csillagmitológia szerint? Gyönyörű nevei vannak különben. Példán a kokáért, csak hogy lássuk, hármas halom csillagnak is hívják. Torockai Viga neve gyönyörűen leírja a művében. Hármas halom csillag. Fölnéz a magyar pásztor az égre, ott van a Nimród, más néven óriás, mert óriási úton fog most elindulni ám kifele is, meg befele is. És mit látott? Hármas halmot az övén. Tetszenek érteni? Nagyon fontos. Tehát a hegynek, a halomnak, a piramisnak valami rendkívül szoros kapcsolata van Nimróddal, az alkímiával, az egész megváltási programmal. Csak ki kell bogozni, ki kell bontogatni, hogy ez mi lehet. Hát ezt megpróbáljuk, mert este úgyse fogunk a végére jutni. De legalább megpróbáljuk, legalább megpróbáltuk, és azt mondjuk, lesz, ami lesz. De hívják még gyönyörű, a mennyország ablakának. És még valaminek. A mennyország gyöngy szemeinek. Tetszenek tudni akkor, hogy mi van a magyar szent koronán? Mert rengeteg, rengeteg gyöngy van rajta. És nem fogják elhinni, dehogy is nem, mert látták már ezerszer. Két fajta színű gyöngy van a magyar szent koronán. Fehér és vörös. Akkor ez milyen korona? Nem alkimiai korona? Ami ugyanaz, mint a szakrális uralkodás koronája? Ami ugyanaz, mint a... És tényleg az égből jött? Tényleg az égből jött. Hát ott van Nimród övén. A tejút könycsepjei, így is hívták. Arról a misztikus erőről van szó, amelyet minden kumbaba, tudják mik a kumbabák? Keleten, áldozati szobrok. Minden kumbaba tart egy kejhet a kezébe. És ha megkérdezi az ember fia, egy értelmes ott lévő embert, hogy mi az a kehely, mit gyűjtenek benne, akkor a következő válasz jön. Az örök élet itala. Az élet vize. Milyen színű? Két színe van, mondják, mert a tejútról jön. Lehet fehér, és lehet vörös. Mert vér és tej. Innen a tej, mint áldozat itt a keleten. Tej és vér. Mert mind a kettő a tejócánból jön. A tejtóból jön magyar népmeségben. Az mi? A tejút. Fehér és vörös. Mert ez az örök élet áldozati bora. Milyen érdekes. Miből van fehér és vörös? Szőlőből. Miből van fehér és vörös? Borból. Ennek az áldott Kárpát-hazának pedig tudjuk, hogy a szakrális középpontja. Rendkívül vicces ezt. Tehát nem tényleg szó, hogy egy pilis kutatónak kéne állni. De hát bocsássanak meg, most nekem alkimiáról kell beszélni, és érintenünk kell ezt a témát. De mindig elfogom magam szégyen, és elpirulok. Egyébként a bőr fehér, és amikor rendkívül nagy hő keletkezik a testben, akkor vörös lesz a bőr. De tényleg.
Na nézzük a hét műveletet. Akkor a Prima Materia és Materia Benedicta kérdését most már félretehetjük. Majd vissza fogunk hozzá kanyarodni. Van tehát hét műveletünk. Lehet hozzájuk mondani a bolygó minőségeket. Ne felejtsük, ezeket bent és kint egyszerre kell végrehajtani. Mert a benti végrehajtást igazolja vissza a kinti, és a kinti végrehajtást igazolja vissza a benti. És még egy valamit ne felejtsünk, mert maga az alkimiai hagyomány figyelmeztet erre. Erre kedves egészségére. Ebben most, ami következik, önmagamat is beleértem. Sőt, hangsúlyozottam, mert most éppen én beszélek erről. Aki ismeri az alkímia hét műveletét, és nem hajtja végre, az nagyon nagyot fog bukni. Tehát ez az utolsó pillanat, hogy azt mondjuk, nincs előadás. Most még meggondolhatják. Tudnélik, aki ismeri, annak kötelessége végrehajtani. Ez már csak ilyen. Egyébként a metafizikai hagyományt ezért gyűlölik olyan sokan. És ezért szeretik olyan sokan a tudományt. Tudják miért? Mert a tudományban nincs felelősség. És ma már ott tart a tudomány, saját gyermekemtől tudom, orvosi egyetemre jár. Orvosok hamisítják a mérési eredményeket. Hamisítják. Hogy a saját koncepciókat igazolni tudják. És az megjelenjének a Medical Review... És hát, ha kapnak egy tetves Nobel-díjat egyszer. Tehát ott tartunk, hogy hazudozik a tudomány. Eddig se volt illúzió. A tudomány hazudozik, persze. Hát ez. Már mikor megírták, az egész tudomány egy nagy hazugságrendszer. És erre ráadásul tudósok jöttek rá. Poincaré, matematikus. Werner Heisenberg, fizikus. Ők alapították meg a Critique de la Science irányzatot Franciaországban. Ami azt kutatta, hogy hazudik a tudomány. És kezdték egyre nagyobb területen kimutatni, hogy itt is hazudik a tudomány, itt is hazudik a tudomány, ott is hazudik a tudomány, bele vagyunk süppedve a hazugságba. És akkor csodálkozunk, hogy a hétköznapok gyakorlatában is hazudozunk. Hát persze, ehhez szoktatnak hozzá. És ennek a mélypontja a politikum. Na, de ne erről beszéljünk. Jöjjenek a műveletek. Első művelet, megengedik, hogy fonetikusan írjam, ugye? Szeparáció. Magyarul szétválasztás. Ez azért érdekes, mert áthallást biztosít nekünk két irányba. Az egyik azonnal a feketeség. Ez még nem az igazi feketeség, de itt már szembesülök, milyen szép szó ez is, szembesülök a feketességgel. Még nem valósítom, csak szembesülök a feketességgel. Viszont ha keletre tekintünk, nem is akárhova. Sakyamuni nemzetségbe tartozó Gautama Siddhartha Buddha. Tetszenek tudni, miért így ejtettem ezt a nevet? Mert a Sakyamuni azt jelenti Sakya nemzetségbe tartozó. A Siddhartha pedig azt jelenti, hogy Szitja. Buddha központi tanítása, a három test tanítás. Tri, kaya, tanítás. Ehhez ma még többször vissza fogunk kanyarodni, mert ott valami nagyon vár ránk. Ezt a térképet kölcsönöztem, nincs most itt, de hát így illik, hogy azonnal mondjam, Simon Tamás kutatótól. Az ő kutatásából van ez a térkép. Ez nem azt jelenti, hogy ő fedezte föl őt, de ő sokat ír róla. És amit ír róla, az bizony minden jel szerint nagyon is helytálló. Nagyon is helytálló. Én legalábbis ezt gondolom róla. A trikája tanításban az első testet úgy hívják, hogy szétválasztás test. Helyben vagyunk. Fedésbe hoztuk a buddhizmust és az alkímiát. Rögtön az első műveletnél. Na de tudni kéne, hogy mi ez, hogy szétválasztás test. Mit lehet szét? Mi az, hogy szétválasztjuk a testet? Mitől? Hát tudni kell, az embernek több teste van. Gondolom közhely, amit most mondok. Az embernek négy teste van. Mert van egy táplálékteste, van egy életteste, van egy úgynevezett, ahogy szokták nevezni, asztrál teste, vagy asztrális teste,
és van egy mentális, vagyis gondolatteste. És a hétköznapi tudat ezen a négy szinten működik. A hétköznapi tudat ennél följebb nem is megy. Tudják, mikor tud följebb menni? Amikor kikapcsolja azt a részét a hétköznapi tudat saját magának, amelyet a modern pszichológia úgy nevez, hogy én tudat. Ezt a mai hétköznapi tudat egyetlen egy pillanatban tudja kikapcsolni. Amikor fiziológiailag ki van kapcsolva éjszaka. Hála a jó Istennek. Azt szokták mondani, a mai modern ember éjszaka éber. Csak éjszaka éber. Egész napközben teljesen kába. Vagyis alszik. Alszik. Mondta Jézus a tanítványoknak, már megint alszotok? Az nem azt jelenti, hogy aludtak és horkoltak az olajfák hegyén, hanem azt jelenti, hogy... És a kakas meg fog szólalni. Na most ebben az esztendőben meg fog szólalni ez a kakas. Tessenek vigyázni, mert meg fog szólalni. És lesz számít meglepetés, meg fog csikorgatás. Hogy is írja a jelenések könyve? A szeparáció művelete, ha az égbolton keressük a bolygó megfelelőjét, értelemszerűen a Merkur. De nem ez a Merkur, amit fölrajzoltam, csak azért rajzoltam föl, hogy most mindenki törölgethesse a füzetét. Ugyanis az alkimia nem ezzel a Merkurral dolgozik. Ezt a Merkurt mindenki ismeri. És nem nagy ügy vele dolgozni. Mert amikor gesztikulálunk, beszélünk, gondolkozunk, akkor ezzel a Merkurral dolgozunk. Ez nem alkímia. De van egy másik. Úgy hívják, hogy hermetikus Merkur. Itt kezdődik minden. Ha valaki ismeri a hermetikus Merkurt, van esélye. Hogy tovább tud menni. Ha nem ismeri, akkor el se tud indulni. Megáll és azt fogja mondani. Tetszenek látni? Szeparáció. Szétválasztás. Megáll és azt fogja mondani. Két úttal előttem, melyiken induljak? Mert ide vonatkozik ez a népdal. Hát azért ugye nem gondoljuk azt, hogy pásztor emberek, meg paraszt emberek nem ismerték a határt, és akkor itt vagyok a falum határában, két úttal előttem, mivel nem tudom merre menjek, ma annyira elhűltem, inkább éneklek egyet. Hát, ha jön valaki, azt megmutatja, merre vezet a jót. Hát nyilván nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy magasabb tudatállapotba kéne lépni. És abban a pillanatban, hogy magasabb tudatállapotba kéne lépni, két utál előttem. Melyik? Menjek vagy ne? Ez az első kérdés. Menjek vagy ne? Mert nem tudom, mi vár rám arra. Ez meg már jó be van járatva. És az emberfia ilyen természetű. Ami jó bejáratott. Magyar néptánc. Ami jó bejáratott. Ami jó kitaposott, azt úgy szereti. És míg ha mondják neki, akkor se hagyja el szívesen. És már rugdossák, akkor se. Nem? Tényleg ilyenek vagyunk. Én is. Tisztelet a kivételnek. A másik, amit meg kell tudni különböztetni, ami szét lett választva. Ami szét lett. Mi lett szétválasztva? A világos a sötéttől. Mit csinálta Jóisten? És szétválasztotta a világosságot a sötétségtől. És kinek kell ezt újraegyesíteni? Nekünk, mert mi nem csináljuk. Ő minden pillanatban csinálja, tetszenek emlékezni? Első természet, második, minden pillanatban. Ahol sötét van, oda viszi a fényt. És egyesíti a kettőt, hogy fedésbe kerüljön. Mi nem. Mi olyan jól el vagyunk. Olyan jól el vagyunk most már, hogy most már világosról is elhiszük, hogy sötét. És a sötétről elhisszük, hogy világos. Mert azt mondták a televízióban. Megjelent egy nén, és felolvasta. A sötétség világosság. A világosság sötétség. És elhisszük. Mert írta az újság. Mert leírták a könyvekbe. Nem. A nyugati ezotéria egyébként erre épít. Úgy mutatja be a világosságot, mint sötétség. És a sötétséget, mint világosság. Főként. Főként ezt a vonulatot. És aztán megy mindenki merre? A sötétség irányába. Ez a jel beszédes. Ez a kosnak a jele. A kos pedig a feltámadás. Na most ebbe az irányba csak az induljon el, aki komolyan gondolja.
és nem kezd el azon gondolkozni, hogy egyáltalán van feltámadás. Hát látott valaki feltámadást? Hát az a Turini lepel is vagy igaz, vagy nem. Állítólag Leonardo festette. Ezt már meghaladott. De még mindig nem tudjuk. Már a tudomány folyton azt súgja nekünk, sziszegi, mint egy rossz kígyó, hogy nem eredeti az, nem kell komolyan venni. Lehet, hogy nincs is feltámadás. Most elindulok valahova, aminek azt se tudom, mi a vége. Á, nem. Inkább megyek a tévé elé, leülök, elfogyasztom a vacsorámat. Ez a tét. Következő művelet. Szolúció. Ez annyira szorosan összefügg az előzővel, hogy bizonyos hagyomány, alkímián belül bizonyos hagyományvonulat össze szokta kapcsolni. Szolúcióoldást jelent. A szeparáció azt jelentette, magamban megkülönböztetem az alacsonyabb és a magasabb rendűt. Magamban megkülönböztetem a hamist és az igazat. Szembenézek saját hamisságommal, és szembenézek saját igazságommal. Magamban megkülönböztetem a sötétet és a világosat. De nem elég megkülönböztetni, az igazi most kezdődik. Elkezdjük oldani. Mit? Ami le van merevedve. Ami visszatart engem. Ez a hegynek az egyik jelentése. Erről már volt szó. A népmesében is, az alkimiában is. A földelem, a hegy, a nagy hegy, a piramis. Saját, bemerevedett és megkövült képességeimet jelenti. Mit kell belőle csinálni? Tüzet és vizet egyesítve. Azt ugye tudják, hogy a piramisok aljában van egy másik piramis. A föld alatt. Itt is, itt is. Hát ha ott van, Tébai Szent Pálokán már csak. Itt is. És akkor el kell kezdeni kioldani. Mindenki tudja, hogy az oldás melyik bolygóhoz tartozik. Ő az, aki egy kettő színváltást ismer, erről már beszéltünk. Feketéből fehér tud lenni, ezüstfehér. Majd ezüstfehérből újra fekete. Ha nem lépünk tovább. Ha nem lépünk tovább majd a harmadik műveletbe, akkor az állandóan tart. Új hold, első negyed, teli hold, utolsó negyed, új hold, első negyed, teli hold, utolsó negyed. Ezért van az, hogy a magyar nyelvben a hold ugyanaz a szó, mint a holt. És ez a holtvilág. Forgok, forgok, forgó. És egy idő után a gyerekem azt hiszi, hogy anyám berakott a centrifugába. Ez a holtvilág. Amikor önmagamat összetéveztem, mert meg se tanultam a szeparációt, a szétválasztást, mindenféle kötképpel. Mindenféle képzettel. Mindenféle formával, amihez valamilyen ok folytán vonzódom. A valamilyen ok az a múlt. A múlt az az idő iránya. A lélek abba az irányba szeret haladni. A gondolat abba az irányba. Ha szét vannak választva, és nincsenek oldva, akkor ez így is marad. Ez a skizofrénia. A gondolatom a jövőben, a lelkem a múltban. És én hol vagyok? Sehol. A soha meg nem valósított jelenben. És mindenről lekések. És előbb-utóbb időpánikom lesz. Jön a szorongás, és jön a depresszió. És jön az elmegyógyintézet egy idő után. Mert egy valamit tudni kell. Középen állni. Sem előre, sem hátra. Mert ott az van, ami majd lesz. Ami attól függ, hogy mi lesz, hogy én most mit csinálok. Vagyis az én kezemben van az, ami arra van. És a gondolat mindig oda röppen, mint egy madár. És ez a madárlélek. Ez a madárlélek. Bának hívták Egyiptomba. A lélek pedig folyton visszafele tart. Mert érzelmileg kötődik már rég lejárt formákhoz. És azt mondja, ó, emlékszel, milyen szép volt, tavaly előtt nyár, és kész, kezdődik a süppedés, lehet érezni. És akkor az egész család, emlékezzünk. És kész, leáll az élet. És a jelen telik, alakul át múltá, és az ember késik le róla. És soha a büdös életben a jelent nem fogja megvalósítani. Pedig a jelenbe lehet belépni az életbe, nem a jövőbe és nem a múltba. Viszont a múlt egy valamire fontos. Minden mozzanatát ismerni kell, hogy ne kövessük el újra azokat a hibákat a jövőben. Ami a jelenben van, csak a jövőben realizálódik úgy, hogy én mit teszek a jelenben.
Csak a jelenben foghatom meg az időt. Mert voltak éppen mindig jelen van. És csak jelen van. És az idő jelen. Örök jelen. Egy pont. Aki ezt nem tudja. Most az a nagy baj, hogy az idő azért gyorsul, mert az idő fogy. És az idő azért fogy, gyorsulva, hogy örök jelenbe menjen át. Ugyanis abban a pillanatban, ahogy a teremtés minden szintjén, itt közöttünk, úgy értem, elfogy az idő, mindenki jelen állapotba kerül. Vagyis egyidejű lesz a teremtés minden pontja. Tetszenek érteni? Ami azt jelenti, hogy ami eddig lehetőség volt, az abban a pillanatban valósulás lesz. Minden szinten. Egy időben. Ez az idő lenullázása. Más szebben kifejezve az idők végezete. De aki tudja, hogy ez nem az idők vége, hanem tudja, hogy az idők teljessége, az meg is nyugszik. Mert ebbe benne van minden. Mert ez az Isten első mozdulata. És az Isten nekünk nem semmit adott, hanem mindent. Ez a teljesség. A teljesség ilyen pontszerű. És aki csak a láthatót fogadja el, annak virtuális. Mindig virtuális lesz, soha nem megvalósított. Igen, ám de a lénye is virtuális lesz ezáltal, soha nem megvalósított. Áll ember, áll lélekkel, az áll létben. Ezt hívják tömegnek. Csúnyában csőcselét. Amikor csak a szerepek és a szerepek, és szín, minden színház. És játsszuk a hülye szerepeinket. És halál komolyan vesszük. Csak egy dolgot nem veszünk halál komolyan, a halált. Pedig az kéne. Igen, mert azt tanít meg, hogy nincs szerep. Csak valóság van, lény. Örök emberi lény. Isteni képességekkel. Minden pillanatban. És újját teremteni kéne már végre. Nem szerepet játszani. Annyira egybe tartozik a két művelet, hogy összeszokták vonni ezt a két bolygót, és úgy nevezik, hogy merkuriális víz. Ez egy alkímiai terminológia. Ismerkedjünk meg vele. Ezért van az, hogy a Merkur féme folyadék. Tudnilik a higany. Most ha valaki látott higanyt kiönteni, az tudja, hogy az folyékony. Szoba hőmérsékleten. De milyen érdekesen viselkedik? Ezer apró golyócskára, mint a gyöngyök, szétgurul. Csomó-csomó ezüstfehér gyöngy, de még nem gyöngy. Még nem gyöngy, csak az ígérete a gyöngynek. El kell indulni. Amivel eddig elméletben ismerkedtünk, mert ez a holtvilág. És rajtunk múlik, hogy fénnyel tudjuk-e telíteni. Na most jön. Most lépünk be a feketébe. Eddig csak ismerkedtünk vele. Régen ezt a kamaszkorral kezdték el. Mert a kamaszkor az az idő az ember életében, amikor kilép az időbe, az időtlenből. Az anya öléből tulajdonképpen ekkor lép ki minden gyermek, és válik önállóvá. Szó szerint. Mert addig úgy mindig ott volt. De most elszakadt tőle. Szeparáció. És meg kell ismerje az elmúlás gondolatát. Ha már belépett az időbe, az elsőben meg kell ismerkedni, ha már az idővel szembesül, a halállal kell szembesülni. Minden kamasz, alapélménye, emlékezzenek csak vissza. Akarok aludni, nem megy. Akarok aludni, nem megy. Sötét van, és egyszer csak belegondolok. Eddig soha nem gondoltam bele, mert nem az időben voltam. Te jóságos Isten, én is meg fogok halni. És jön a következő kérdés. Akkor mi a fészkes fenének születtem? És ha ebben a pillanatban nem lobban föl a szerelem fénye, akkor ez a gyerek elveszett. És lelki beteg lesz. Ezért van az, hogy minden kamasz melankólikus. Ha tudatában van ennek, ha nem. Így lógatja a fejét. És megkérdezi az apja, anya, mi bajod van? Na de mégis, megkaptad a motorbiciklit, megkaptad a... Hagyjál már békén, apa!
Hát de mondjál már valamit. Te erre úgyse tudsz megoldást. És akkor kiderül szép lassan, hogy ez a gyerek a haláltól fél. Mert minden egy pillanat alatt értelmetlenné vált. Mert tudja, hogy meg fog halni. És ő még halál komolyan veszi, mert még nem hűítették el az iskolába annyira. És nem tanult még meg annyira hazugságok világába belehelyezkedni, hogy kitalálja magának valami kegyes hazugságot. Hiszen látja, és ne felejtsék el, a régiek közvetlenül tapasztalták, hát ott volt felravatalozva a családnál mindenki. Ott a halál. És az jön, akkor is, ha én nagyon jó fiú vagyok. El fog jönni. Putrefakció, eltemetés. Na most jön igazán a fekete. És akkor már ez az a pont. Mert innen a feketében járunk. A feketét úgy hívják latinul, hogy nigrédó. Ez a nigrédó állapot. Eddig csak ismerkedtem vele, most beléptem a nigrédóba. Ki volt a kapuja a nigrédónak? A hold. A holt. A holtvilág. Milyen delejes érintése van a holdnak? A hold fényének. Milyen delejes? Olyan delejes, hogy vannak, akik teli holdkor, ez nem vicc. Ilyen delejes. Ilyen közvetlen hatása van a vegetatív idegrendszere a holdnak. Ennyire. Be tudja mozgatni a testet. Nem éber állapotban, mert a hold pontosan az öntudatlan állapotnak a jelzője és valósítója. Tehát ez nem éber állapot, ez félholt állapot. Ez ilyen félkómás állapot. Úgy is hívják lunáris. Lunáris tudat. Ez a félkába tudat. Amikor nem vagyok tudatában, de látom. És mivel nem vagyok tudatában, rendre, módra meg is ijedek. Mert amit ebben a világban lehet látni, hát az minden csak nem szép. Úgyis egy valamit lehet itt látni. Saját feketességemet. A legkülönfélébb formában. Ezeket hívták démonoknak. Vagy szörnyeknek. Vagy kapuőrzőknek. Küszöbőrzőknek. Amelyek a lelket azonnal taszítják vissza. Hol? Krokodil fejük volt. Hol? Teljesen mindegy, nem ragozzuk, mert ezzel nem húzzuk az időt. Mindenki ismeri a saját kis történetét, a saját kis mitológiáját. Ezeket éppen kamaszkorban rendre modrejként látni szokták. Fölriad a gyermek álmából. Édesanyám, láttam egy skorpit. Vagy egy pók jött felém. Gyakorló szülőköz fordulok, ismerős? És szalad oda a pamasz. Nyugodj már meg, hát nem. De nem érted, hogy láttam? Kinyitott. Igen, ez a lunáris világ. Ébredezik a gyereket, nem megijedni kell. Végre. Meghallotta, hogy Jézuska szólt hozzá, és azt mondta, te Péter! És a többiek. Most ez a halálvilága. Ez nem feltétlenül föld alá temetés. Mondok egy másik példát. Keresünk egy barlangszentét, veszünk egy koporsót, és belerakjuk 3 napra az illetőt. Majd rázárjuk a márvány koporsó fedelét, kimegyünk a szabadba, és azt mondjuk, milyen szép ez a rámhegy, vagy milyen szép ez a dobogókőtető. És 3 nap múlva visszamegyünk. Ő neki nem mondtuk meg, hogy vissza fogunk menni. Ő dolgozott addig ott magán. És megnézzük, kinyitjuk. Ha fölkelt, pálos. Ha nem kelt föl, akkor pekje van. Most ez a putrefakció. Még nem tartunk a 3 test tanításában a 2. testnél se. Tetszenek látni? Még nem tartunk. Még ott a szétmérés testnél, a szétválasztás testnél. Most vált igazán szét, aminek szét kellett válni. Na most. Ezek után azt mondják, elindul, ha alkalmas rá a tudat, elindul a fehéredés. De ahhoz, hogy a fehéredés elinduljon, minden, ami nem anyagi természetű volt, azt most, 3 nap múltán, tehát túl vagyunk már a 3 napon, egyébként a 3 nap minek a száma? 3 minek a száma? A magyar igazságnak. Aztán? Szent háromság, az se rossz. Aztán? Az se rossz. Aztán? Itt leszünk reggelig. Hát mondjuk a feltámadásnak. A halál és a feltámadás száma 3-as.
Aki abban a koporsóban 3 napig kibírja, azért arra oda kell figyelni. Vissza kell vezetni mindent, ami nem anyagi, vagyis illékony, ide bele, vissza, oda bele. Ezt hívják redukciónak. Minden, ami lelki és szellemi, és most elindult fölfelé, azt kell neki mondani. Állj! Még nem jött el az időd. Egyébként pont a hegyekkel kapcsolatban van egy ilyen Jézus Krisztussal kapcsolatban, a Karancshegynek a mondája. Tetszenek ismerni? Úgy szól, hogy az összes hegy úgy keletkezett a Földön, hogy amikor áldozó csütörtökön Jézus Krisztus fölment a mennybe, a Föld is menni akart vele. Vagyis elkezdett tüzesedni, mint Zoroaster Nimrod története. És azt mondta Jézus, így visszanézett. Mert tudják, áldozó csütörtökön, pünkösd előtt, nyitva van az ég, egy álló óráig, délben. És Jézus onnan visszanézett, és azt mondta, állj, a te időd még nem jött el. Így keletkeztek a hegyek. Ez gyönyörű, mert ha tudjuk, hogy a mi műveltségünkben mindig a hegyek és magaslatok voltak a szent helyek, ahol a jó Istenre rá lehetett nézni, és neki, a neki tetsző áldozatot ott bemutatni, akkor ez egy utólagos visszaigazolás, hogy miért. Ha tökéletes a redukció, na most figyeljenek, gyönyörű dolog következik. Elkezd a test fehéredni. Ő még mindig a hold, mert holt, eltemettük. Nem van a halál világában. És elkezd fehéredni. Miért? Mert az ő fénye fehér, tudva lévő. Most ez a szerelem ereje, amiről szó esett a fölvezetőben. Ezt csak a szerelemmel lehet megúszni. Semmilyen más módja nincsen. Sem, még egyszer elmondom, de ezt egyébként közhely, mert tényleg mindenki tudja. Semmilyen más módja nincsen. A halált csak szerelemmel lehet legyőzni. Csak. Ezért mondja Jézus azt, úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek benneteket, és nincs több parancs. Nincs. Azoknak van. Nem baj. Hagyd legyen. Ők úgy szeretnek menni. Mázsás zsákokkal, alig élve, menjenek. Notabene van elég bűnük hozzá. Nekünk ez az egyetlen van. Ez az egyetlen van. A legmagasztosabb. Mert ez a halál legyőzéshez vezet. És meg is ígérte, föl fogunk támadni. De csak akkor? Csak akkor. Először a fej fehéredik. Hát így van a János szövegben. És orcája, és ruhája fehérré lőn. Ez a sorrend. Szerelmes embernek is először az arcán látszik, hogy szerelmes. Ragyogó, fényesen szerelmes. Na de hogy hívják ezt? Tudják, hogy hívják ezt? Kaput. Ez nem azt jelenti, hogy kaput. Kaput az fej. Corvis, holló. Na tessék megfogózkodni, mert a holló kinek a jelvénye? Akik temetnek 3 napra el koporsóba, a pálosoknak. Caput corvis. Holló fej. És ha a redukció tökéletes, akkor egy idő után az egész test kifehéredik. De akkor már nem corvus. Mert kilátott már fehér hollót. Hanem akkor már kolumba. Magyarul galamb. Mégpedig fehér galamb. Fehér galamb szállt a házra, édesanyám, Isten ágya. Jól tudom, hogy fáj a szíve, de azért csak Isten véle, tyuhalja. Mondom mellé a Jézusi szöveget. Aki engem akar követni, mit csináljon édesanyja? Ne! Jézus nem mondott el! Aki engem akar követni, nem? Mit csináljon édesanyjával, édesapjával? Magyar népdal. Nem gyönyörű? Fehér galamb szállt a házra. Na most mi a fehér galamb? Innentől vagyok összekötetésben a Szentlélekkel. Mit vezettünk mi vissza? Kiment a lélek és a szellem, és hogy jön vissza?
szent, szent lélekként. Átnemesült. Materia benedicta. Átmenemesült, és elkezd fehérenni a test. És ahol én ezt az egészet végrehajtom, mert ott vártam rá, hogy valósuljon, azt fogják fehérvárnak hívni. Azt fogják fehérvárnak hívni. Mert ki a fehérvár? Mi magunk. Mi magunk. Ha ide száll a fehér galamb, vagy ide száll a fehér galamb, fehér galamb szállt a házra. Édesanyám, Isten áldja. Abban a pillanatban fehéredni kezdünk. Alba. Alba. Kint is alba, bent is alba. Hol? Bárhol. Mert kimúlik rajtam. Ha én bent művelem, kint is művelődik. És kint csak úgy tudom művelni, ha bent művelem. Aki tengely, az alba. És az meghal albában. Vagyis fehérben. Miért nem találjuk Fehérvárt? Annyira jelképes. Mert nem tesszük. Soha a büdös életben nem fogjuk megtalálni Fehérvárt. Csak akkor, ha műveljük. Mert ez nem régészeti kérdés, nem topográfiai kérdés, hanem üdvtörténeti kérdés. És azt mondja a Jóisten fentről, minek mutassam meg nektek? Hát ha látnám már, úgy látnám már. Na de hát ezt a szerelmet át kell vinni a túlsó partra még. Még nem vittük át. Még nem vittük át. Őt hívja Albédónak az alkimiai hagyomány. Albédó. És most érkeztünk el, innentől fogva, a következő testhez, a buddhizmusba. Úgy hívja a buddhizmus ezt a testet, hogy összegyönyörködés test. Sambhogakāya. Mennyi ága boga van. De olyan szépek egyébként ezek a nevek. Sambhoga. Ez a számboga. Legyünk bátrak, magyarul. Számboga az, ami kijön a fehér galamb száján. A népmességben, tetszene tudni. Meg a magyar népművészetben. És ágadzik, bogadzik, mert életet teremt. A Szentlélek útján. Következő művelet, jönnek a nehézségek. Jönnek a nehézségek. Citrináció. Savanyítás. Rossz hírem van, kedves természetgyógyászok. Egy ideig kétségtelen lugosítani kell, de egy idő után savanyítani kell a testet. Azért is hívják citrinációnak, nem csak a savokán, a savanyításokán. Hát jó háziasszony tudja, hogy citromsavval lehet savanyítani. Jól mondom? Na ilyen, amikor a férfi belekotnyeleskedik a konyhába, lehet, hogy nem is azzal kell. Nem jól mondtam? De jól mondtam. A citrom sárga, ami eddig fehér volt, elkezd sárgulni. Ez nem azt jelenti, hogy a kínaiak már itt tartanak. Ez nem azt jelenti. A kérdés az, mivel kell? És gyönyörű az alkímia. Filozófikus tejjel. Latte filozofórum. És meg kell kérdezni, még egy Paracelsus tudja, még egy Jakob Böhme tudja. A pálosok természetesen mindig mindent tudnak. Tehát már csak azért nem is említem forrásként. Azért egy forrás majd megemlítek az előadás vége felé, egy pálos forrást. Egy rendhagyó pálos forrást. Ilyenkor az alkimista fölmutat. Nem tudja, hogy hol van a filozófikus tej, amivel táplálni kell? A tejúton. Mi a feladat? A tejút erejét közvetlenül le kell vezetni a földre. Bele a testbe. Mit gondolnak, ki vezeti le? Aki a tejút tövében áll. Ki áll a tejút tövébe? Azon a végén a tejútnak, ahol pünkösd időszaka van, vagyis az ikrek időszaka. Ki áll ott?
Mikor lehet a fehér galambbal találkozni? Mert onnan röppelne a fehér galamb is a tejútról. Nimród Orion. Nimród Orion. Na itt kezd a fehér gyöngy gyöngy lenni. Mert szerelem útján vagyunk, és azt mondjuk. Gyöngyöm, gyöngyöm. Mondták ezt így régen? A leánynak? Bizony mondták. Gyöngyöm, gyöngyöm. És vajon miért tett a leány gyöngyös pártát a fejére? Kárpát-medence szerte. Mert utalt a filozófikus tej erejére. Ugyanis azt itt kell bevezetni a testbe. Hol? Na tessenek figyelni. Három helyen lehet. Utogatok. Miért nem utogassak? Ezt jól jegyezzük azért meg. Különösen ezt az irányt most. Majd ez is nagyon fontos lesz, de ezt az irányt. Ugyanis a gerinc oszlop mentén egy misztikus erő... Parancsol? Az a koponya, nem mondtam, persze. Egy misztikus erő kúszik föl az öreg lyukon keresztül. Öreg lyuk, örök lyuk. A nadi erők fonadékának közép csatornáján a szusz. Az élet. A működő élet. Szusumnának hívják keleten. Az egy gyökerű két erő. Hol volt a nagy válaszút? Itt. Ezért fontos Nimród öve. Erre utal. Miért? Mert ez alatt tiszta anyagi erőkkel találkozom. Ezeknél a csakráknál. Innentől kezd nem anyagi erővé válni. Szépen fehéredik. Ez már tiszta lelki erő. Ez már tiszta szellemi erő. És ahogy az öreg lyukon átlépett, mi történik? Ez lesz a Vajrasattva. A harmadik kája. Vajrasattva kája. Ezt úgy lehet fordítani magyarra, hogy villám jogar test. A villám fönt volt? Fönt. A jogarról beszéltünk már? Beszéltünk. Hol valósul ez? A koponyában. Villám jogar. És nem mondtam a harmadikat. Gyémánt vagy kristály test. Villám jogar gyémánt, vagy villám jogar kristály test. Vagy ha ez a kristály koponya, akkor úgy hívják, hogy kristály koponya. Ne felejtsük el, a kristály szilárd, információhordozás szempontjából szilárd víz. Ugyanazt tudja, mint a víz folyékonyan. A víz a legjobb információhordozó. A végtelenség hordoz mindent, amit kapott. A kristály, különösen a hegyi kristály és a gyémánt, tökéletes információhordozó, a végtelen időkig hordozza azt, amit kapott. Ügyes ember vissza tudja belőle olvasni. Csak a kódot kell tudni. De a kódot nem kint kell keresni, a kódot benn kell keresni. Levezettük a tejút erejét. Majd fogjuk látni, hogy hogy. Tehát konkrétan le lehet vezetni a tejút erejét. Konkrétan le lehet vezetni a csillagoknak az erejét. Ezt nevezték a régiségben húgynak. Most senki ne lepődjön meg. A csillag ereje, a csillag fényereje az a régi magyarban húgy. Csillag, húgy. Egyébként ez ugyanaz a szó, mint a had. Azért, mert a tejúton lévő számtalan csillag sokasság neve a magyar csillagmitológiai hagyományban Attila hada. Vagy ha úgy tetszik, Csaba királyfi hada. Ugyanezen ok folytán a csillagsereg sokasság neve még a héber hagyományban is így hangzik, Csabajót. Na puf neki. Természetesen nem mi vettük át a kabalából. Egyébként csak a pontosság kedvéért a kabala, a misztikus kabala, mert nevezik a rabbinikus hagyományban kabalának az Ószövetség bizonyos részeit is, a kabala nem egy nagyon régi dolog, ugye tudják? 13. században keletkezett, tudják hol? Dél-Franciaországban, tudják hol? Albiban. Albinak mi a jeme? Fehér. Kik laktak ott? Katárok. Kik a katárok? Manicheus keresztények. Honnan mentek oda? Besenyországból. Boszniából. Kik ők? Kukurbiták. Kik ők? Alkimisták. Tehát kiktől lopták?
Ez az igazság, lopták. Ez művelődés történeti tény. A kabbala lopott holmi? Nem kell kivágni. Ezt már lehet, hogy ki kéne vágni, én nem tudom, szóval. Elkezd sárgulni. És akkor sárgul, de ez csak egy átmeneti állapot. De ahhoz, hogy elérjük a végső állapotot, na most kell a hő. Azért most kell a hő, de nagyon nagy mennyiségben, ez a hevítés, írom, kalcináció. Hogy hegyek között a mészégetők egy emeltebb szinten mit műveltek, az itt derül ki. Tudnilik, a régi gyakorlatban a profán és a szakrális nem válik szét. És amikor messzet égettek, nem csak messzet égettek, mert az alkimiának éppen az a lényege, hogy amikor én egy materiális szinten végrehajtok valamit, az ugye bár valaminek a jelképe, de a jelkép meg azt jelenti, hogy az a valami nem helyettesíti azt a másik valamit, hanem azonos vele. Tehát amikor én égetett messzet állítok elő, akkor egy magasabb szinten is létrehozok valamit. Vagyis a mészégetők alkimisták. És nem akárhol működnek, meg kell nézni. Palóc vidéken, döntő zömében. És a palóc az vajon hangalaki megfelelője a pálosnak? Igen. Egyébként a Zemplémtől a Pilisig tart. Néprajzilag is így határoljuk be a Palócföldet. Zemplémtől a Pilisig. Itt van a legnagyobb kultusza a mészégetésnek. És a kalcináció hatására az ember milyen lesz? Hát attól a nagy hőtől hős. Hát ezt már megbeszéltük. Annyi hő keletkezik benne, hogy hős lesz. És ez az a pillanat, amely pillanattól kezdve minden pillanat, az önfeláldozás tüzének pillanata. Vagyis azért él a Földön, hogy önmagát feláldozza másokért. Elérkeztünk. Viszont a kalcináció hatására vörös lesz. Hát mindenki tudja, a kalcináció bolygója a Mars. Ami vörös bolygó. És teljesen vörös lesz. Azt mondják rubédó. Keleten azt mondják dharma kaya. Vagy vajra sattva kaya. Gyémánt, jogar, villám, test. Birtokolja a villámot, mint bálisten, akinek papja a pál, vagyis a pálos. Ez a teremtő principium, a szulfur az alkimiában, amivel minden pillanatban teremteni lehet. Régi hagyományunkban, tátos hagyományunkban, amikor villámlik, tudják, az az ég megnyilása. Minden villám, cikázó villám fényben egy pillanat idejére megnyílik az ég, és mögötte az isteni fénybe látunk be. Azért csak egy pillanatra, mert ha hosszabb ideig nyílna meg, megvakulnánk. Így is irdatlan nagy fényereje van a villámnak. Ez maga a teremtő principium. Jellemző, hogy városember azt mondja, viharos idő, az zord idő, rossz idő. Nem. Hát a garabonciás ilyen komment ki. És állt a viharban. És nem ütötte agyon a villám. És tudjuk, hogy villámcsapás hatására hányan, de hányan ébredtek föl. Spirituális értelemben. Ugye ismerős a példa? Mert mondhatnánk példákat. Az egyház történetből is. Igen, mindenki ismeri a saját kis Péterét. Szent Ágoston például. De még mindig nem vagyunk a hetediknél. Mert ezt az egészet, és ettől lesz igazán gyémánt test, vagy ettől lesz igazán kristály test. Kristályos állapotba kell hozni, vagyis az örök időre, az örök lét idejére meg kell szilárdítani. Kristályos szilárdságúvá, romolhatatlanná, mint amilyen a gyémánt, ami romolhatatlan, mint amilyen a hegyi kristály, ami romolhatatlan. Koaguláció. És természetesen a Szaturnusz tartozik hozzá. Az idő nagy ura. Itt dől el,
hogy időben maradok, vagy kilépek az időtlenbe. Ezért kristályos. Romolhatatlan, elmúlhatatlan. Népmeséinkben gyémánt palota. Ezt jelképezi a jogarban a hegyi kristálygömb. Egyiptomban a korona tetején a hegyi kristálygömb. A vörös és fehér korona tetején a hegyi kristálygömb. Íme a hét művelet, ami a magyar címerbe bele van foglalva. Tehát tessenek komolyan venni, mert ha ez a magyar címer, azt jelenti, a magyar nemzet feladatait van. És ez nem belemagyarázás, mert túl sok ponton egyezik. Na most, ha ez nem sikerül, innen vissza lehet kanyarodni. Tetszenek tudni miért? Mert a Szaturnusz egyik színe a fekete. Puff, visszacsatol. És kezdődik előről az egész. Vagy gyémánt lesz. Még a kémikus is tudja, a gyémánt a szén. Fekete. De ha átalakul, transfigurálódik, akkor gyémánt lesz belőle. Szervesből lesz, szerves. Csak romolhatatlan szerves. A gyémánt az egyetlen kristály, ami szerves. Átengedi a fényt. Ennyivel tud többet, mint a szén. Viszont, hogy a szén mit tud, azt Csontvárytól tudjuk. Ki leírta már a múlt század elején, ha fölhozzuk az összes sárkányerőt. Most megint egy kulcsfogalomhoz jutottunk. Ugyanis. Az alkímia ezt a kalcinációt így írja le. Az anyag, tessenek figyelni, azért vörösödik be, mert átalakul sárkánnyá, és vörös sárkányként önmagára haragszik. Bent van sárkány. Hajaj. És nem csak a hölgyekben. Sőt, legyünk őszinték, a férfiakban sokkal rondább és durvább sárkány képes lakni, mint a nőkben. Melyik a sárkány kígyó? Letörölhetem ezt? Nem fogom végig rajzolni, mert nem húzom vele az időt, jó? Ő a sárkánykígyó. Ő a sárkánykígyó. Ő a gyökércsakra. Ki tudom helyezni a két talpra. De ezeket mindenki tudja. Ez itt a gerincoszlop mentén fölhatoló két vezeték. Az egyik férfias természetű erőt hordoz, a másik nőjest. De ezek egygyökerűek. A kezdő állapotban és egygyökerűek a végállapotban. Ez az androgűn misztérium. Csak a köztes létben két állapotú. De ott is a lényeg abban van, hogy fedésbe tudom-e hozni. Van egy vonal, amely fölött már lelki, és van egy vonal, amely fölött már tisztán szellemi természetű. És amikor tisztán szellemi természetű lett, annak a jelképe a koponya. Amikor tisztán lelki, annak a jelképe a szív. Hol van együtt a világon egyedülálló helyen a szív és a koponya? Úgy, hogy itt van a medencében. Csak a Kárpát-medencében. Mert a Kárpát-medence egyszerre medence, alsó erők, egyszerre dobogókő szív. Ez gyönyörű különben. Ami dobog és kő, az egy élő kő. Görögül Petrosz, latinul Petrus. Föl lehet tenni a kérdést, hova épült Krisztus egyháza? Az élő kőre. És az hol van? Legyünk bátrak, gyűjtsünk bátorságot! Ilyen van kint is? Na, akkor most megismerkedünk ennek a háromnak a kinti jelentésével. Egyébként, hogy ilyen van kint, csak annyit kell tudni, hogy ő sárkány. Simon Tamás kutatása.
Sárkány gerinc. Hogy hívják? Sárkány gerinc. Hogy hívják? Sárkány gerinc. Egyébként hol fordul meg ez? Ez az alsó világ. Itt lefele mutat a szív, innentől kezdve fölfele mutat a szív. Hát nem gyönyörű? Férfiaknál testi mi voltában is igaz. Nem mutogatok, bár farsang van még, sőt, jövő héten farsang farka, tehát nyugodtan mutogathatnák a farsang farkára, de nem mutatok. És itt hol van ő? Már beszéltünk róla is. Itt. Igen. Igen. Mert a szeretet itt valósul először. Aztán itt. És aztán itt legyünk őszinték. Amikor utódot nemzünk. Akinek a lelke szelleme onnan jön. És mi csak a test formáját adjuk neki. Tehát ott van kint a sárkány. Honnan jön? Majd fogjuk látni. Hova megy? Majd fogjuk látni. Most vele ismerkedjünk meg. Van még erőnk? Van még kitartásunk? Türelmünk? Nagyon régóta észrevették, hogy a fekete-fehér-vörös földrajzi nevek összetevőjeként bizonyos vonulatok mentén sorjázik. Mégpedig úgy, hogy bizonyos vonulatok mentén csak a fekete színnév fordul elő, földrajzi név tagjaként. Bizonyos vonulatok mentén csak a fehér. Bizonyos vonulatok mentén csak a vörös. De hogy bonyolultabb legyen a képlet, vannak olyan vonulatok, ahol mind a három előfordul. Vannak olyan vonulatok, ahol ebből csak kettő. Ha kettő, akkor vagy fekete-fehér, vagy fehér és vörös. De olyan soha, hogy fekete-vörös. Ezt nyugodtan el lehet ellenőrizni. Utólagos engedelmeddel, Tamás, mert ebben a pillanatban léptél be. Lépten nyomon rád hivatkozom az eladáson, és a te térképedet föl is raktam ide. Megengeded? Még nem nagyon beszéltem róla. Mik ezek a vonulatok? Ma már nagyon pontosan ismerjük, vagy legalábbis azt gondolnánk, hogy ismerjük. Ezek az úgynevezett földsugárzások, erővonulatai. Na most, ha mi erővonulatról beszélünk, azért ne felejtsük el valamit. Ha fölírom én ezt a magyar szót, hogy erő. Volt már róla szó, csak a néptáncos előadásban. Akkor nem akárkinek a nevét is fölírtam. Az erőről elsőként tudnunk kell azt, hogy ilyen a természete. És mivel ilyen a természete, mit rajzoltam oda föl? Ó, ezt a tudomány mondja, igen, kétségtelenül. Egy hármas halmot rajzoltam oda föl, nem? Csak most szétbontottam őket, nem? Ez egy hullám egyébként. És milyen érdekes, ha most, de most nem megyek ebbe bele, mert halom, hullám, de most ebben nem megyünk bele. Ezt lehetne folytatni napestig, és nagyon tanulságos lenne, hogy mit lehet ebből a szóból. Hálom. Hallom. Azért ezek nagyon beszédes dolgok. Egy láthatatlan valamiről van szó, úgyis az erők azok láthatatlanok. Az erők nem vektorok. Ez csak a fogalomképző tudat gondolja. Az erő ilyen, állandóan hullámzik. Ez a legfontosabb sajátossága. Egyszer fönt van, egyszer lent. Egyszer nagyon erős, egyszer legyengül. De sohasem állandó az időben. Olyanok, mint bizonyos tünetek mostanában. Csendben jegyzem meg már most. Olyanok, mint bizonyos tünetek mostanában. Az erő viszont valakinek a neve is. Isten anyánk egyik legősibb neve. Őt hívják erősnek. A szkíták boldog asszonyukat egyik nevén úgy hívták, hogy erős. Erős istennő. Ő volt a termékenységnek, minden formának a forrása, és ő volt a szerelem forrása, ne felejtsük el. És amikor ezt hallotta a Dór, szejpítő szájával azt mondta, azt hallottam a szkítáktól, hogy azt mondták, hogy erősz.
Erosz, értitek? Erosz. Ez a szerelem. Ami a legnagyobb erő. Mert olyan erős, hogy mindent képes félre söpörni. Mert aki szerelmes, az legyünk őszintén, semmi mással nem foglalkozik onnantól kezdve, csak a szerelemmel. Most róla van szó. Azért ilyen hullámzó, tetszenek látni? Mert legyünk őszinték, megint csak farsang farkán, vagy közeledve ahhoz. Hát a nőnek még a teste is ilyen csupa hullám. Épp ez a lényege. Így van? Itt is hullámzik. Itt is hullámzik. Itt is. Ez népdalban van, csak azért merem mondani, hogy a szép lány három helyen. Itt is, dudorgós, pirospocskás. Többit nem mutatom. Egyrészt már nem is tudom, másrészt nem is akarom. Most róla van szó. Ő az, ami mindennek formát ad. Tehát most arról az erőről beszélünk, amely mindennek formát ad. Minden formának az ágya. Mondom, minden formának az ágya. Minden formának az ágya. Minden formának az ágya. Ide volt fölírva. Ez a szubstancia az alkímiában. Ebből jön létre minden, ami tehetetlen, ami tömegszerű, és ami formát vesz föl. Magyarul minden anyagi létezés ebből jön létre. Nem hiszik el? Minden anyagi létezés ebből jön létre. Ugyanis ez nem földsugárzás. Ez egy rossz név. Itt az ideje már, hogy félre seperjük. Ez nem a Földnek a sugárzása. Ez egy mindent átható kozmikus erőhatás. Az egész világegyetemet áthatja. Nyugodtan mondhatjuk. Ez nem azt jelenti, hogy most valaki űrhajókkal emérte. Nyugodtan mondhatjuk, mert lehet tudni, hogy így van. És működteti az egész Földet. De ez működteti a Marsot. Ez működteti a Szaturnuszt. És ott hogy fogják jönni? Szaturnusz sugárzás? Mars sugárzás? Nem. Itt egy alapvető szubstanciáról van szó. A prima materiáról. Ezzel fogunk innentől kezdve műveleteket végrehajtani. Ez lesz a prima matéria. Ebből kell Matéria Benediktát csinálni. Úgyhogy a nap hét műveletét végrehajtom. Ez hol van bennünk? Föl volt rajzolva. Ez ugyanaz. Ez a szusz. Kint pedig... Na nézzük akkor ezeket a földsugárzásokat. Senki nem fog meglepődni, ha én most oldalnézetből rajzolom. Ez a terjedése. De én most oldalnézetből fogom rajzolni, ott, ahol a, most már nem földsugárzásokról beszélünk, kozmikus erőhatásokról. Ezek az erőhatások metszik egymást, vagyis csomópont van. Tetszenek tudni, ott mit lehet látni? Hát fölülről ezt. Ezek vonulnak. Most azért ez szép. Most idegen tollakkal fog kékeskedni. Akitől én ezt először hallottam visszajelzésként, itt ül egyébként a előadó teremben, ez egy csillagkép fönt, ez a kereszt. Na most ezekből áll egy vonulat, erre is, meg erre is. Tehát tulajdonképpen lehet úgy tekinteni, hogy ő vonul, mármint a csomópont. Ez ugyanúgy, mint a csakráknál, ha pillanatfelvételeket készítünk, akkor tulajdonképpen egy vonulást látunk. Tetszenek érteni? Tetszenek érteni? Ez az időbeli kép. Na most itt ugyanez, mert amikor ez a csomópont telítődik, ide rajzolom. A következő pillanatban, mert ez egy hullámtermészetű létezés, az erő telítődés megy tovább. Ezen a vonulaton is, ezen a vonulaton is. Tehát ezt kéne rajzoljam. Ha pillanatfelvételeket készítek. Ez egy élő, lüktető, dobogó, pulzáló rendszer. Vagyis vonul a kereszt. Na most a mennyeknek az orcáján a kereszt csillagkép, idegenül cignusznak hívják, hattyú. Lakodalmi menet magyarul. Megy a lakodalmi menet az erővonulaton. Tetszenek érteni, hogy ez az alkimiának a mennyegzős vonulata? Csak egy baj van, mi még nem csatlakoztunk hozzájuk. Ez az egy baj van. Be kell állni a sorba, és menni. Na most, aki megy, az zarándokol. A tájban. És zarándokol belül. Itt vagyunk, amiről beszéltünk. Oldalvást pedig, de ez egyébként azért szép, mert ezek a csomópontok szent helyeket jelölnek ki. És ezek a szent helyek, ezek hegytetők és halomtetők voltak a régiségben. És ha én most köré rajzolom a halom tetejét, hát akkor nagyon érdekes dolgot látok. Mert ez a magyar szent korona formai alapképlete. Egy.
És akkor kezdi az ember megérteni, hogy mit jelent az, hogy ebben a hazában minden, minden földterület a Magyar Szent Korona tulajdona. És ami szent hely, az szó szerint is a Magyar Szent Korona tulajdona. Tetszenek érteni? Hogy ténylegesen ott van az a formai képlet, ami a Magyar Szent Korona. És ez működő erő, tessenek úgy érteni. Még ez is működő erő, mert mindenki, aki szent tereknek az erőrendszerével foglalkozott, tudja, hogy egy halom aljában körbe hatalmas erő van. Ugyanis bizonyos erők lelettek oda torlasztva. Majd mindjárt beszélünk róla, hogy milyen erők. Azért vannak oda letorlasztva, mert ha valaki szorongással megy oda ki, az a halom tövébe így megáll. És nem megy tovább. Ez a védelem. Tudják miért? Mert ezek az erők felerősítik az ő saját szorongását. És ezt fogja csinálni. És elindul hazafele. Vagy szeretettel megy ki, és azt fog érezni abban a pillanatban, hogy odaért. És már is megy föl. És ennek okán mondhatjuk azt ugyanakkor, ugyanazonok folytán, mint hogy Szent Korona formai analógiája minden szent helyünk, ugyanazonok folytán mondhatjuk, tetszenek látni, hogy Isten akarata okán. Nekünk minden szent helyünkön a kereszt tény. A kereszt tény. És ez az igazi kereszténység, tudják miért? Mert ezt a Jóisten rakta oda. Itt vitának helye nincs. Itt tény a kereszt, tény a kereszt. Miről beszélünk? És akkor elkezd az ember gondolkozni, miért volt az a rendelet, hogy minden 10 falu a legközelebbi dombtetőn alakítson egy házat? Mert az az egyház ide került, és az eklézsia volt, nem csak egy épület. Égi közösség volt, és ennek az okán volt égi közösség. Na de ez, fönt is hagyom, oldalvást nézvé, minden csomópont, így néz ki. Hát nagy meglepetés nem érhet minket, mert ha tudtuk, hogy ez egy hullámzó, tulajdonságú, tehát egy erő, akkor oldalvást is így fog kinézni. És mit rajzoltunk oda? Saját magunk belső templomának alapvető működési képletét. Mert ez a templom működésének alapképlete. Ha én beengedem a papot a templomomba, ez viszont rajtam múlik. Ki kell nyitni a kaput. És a kapu nem itt van, hanem ahol a legnagyobb torlasz van. Itt. Tudják, miért van itt a legnagyobb torlasz? Mert itt van az összes nemi ösztön. Ereje. Az ereje van itt. Pontosabban a nemi ösztön maga az az erő, ami ha fölemelkedik, már nem az. De amíg nem emelkedik föl, addig ténylegesen így néz ki. A férfiaknál. És így néz ki a nőknél. És így néz ki középen. És amíg nem ismertük volna meg a magyar viselet alapmintáját, mert hátra ezt rajzolták, és előre a gomblikak mentén pedig ez. És ha ez be van gombolva, mert tisztességes a viselője, és nem olyan jött-ment, mint én, akkor lehet látni ezt a vonulatot. És ami kint ugyanaz, mint ami bent. Mert akik ezt viselték, azok működtették ezt, és nem csak viselték, mert az viselet volt. Mert teljességben éltek, és nem volt hasadás a külső és a belső között. Egy szép történet kívánkozik ide, mindig el szoktam mesélni. Ugyanez az oldalvás nézés egy gyerek szemszögéből. Kint vagyunk egy halom tetején, képzeljük el, ropog a tűz, éneklünk, és imádkozunk. Körbe állunk, fogjuk egymás kezét. Egyre többen vesznek részt ilyenekbe. Hála Istennek. Mellettem egy kislány. Nem az enyém. Többet nem árulhatok el. Mert szülei azt mondták, nevet nem mondhatok. Úgy se lenne jelentőség egyébként. Csak otthon. Rángatni kezdi a kezem. Így balról. Mondom neki. Éneklünk, imádkozunk. Éneklünk, imádkozunk. Szertartás van. Mit akarsz? Mi? Látja?
Mit? Hát azt ott. Nem. Na, ekkor a gyerek úgy elgondolkozott, én mit keresek ott? Na, nem látom. Hát azt a valamit. Hát mondd el, mi van ott? Tudod mit, rajzold le. Jó. Lementünk az autókhoz, zseblámpát kerítettünk. Gyerek rajzol. Volt papírka, kicsi. Következőt rajzoltam. A halom tetején, amit a bácsi nem lát, elindul egy fényoszlop. Kérdezem tőle, milyen színű? Fehér. Hova megy? Hát a fölöttünk lévő világokba. Hova te? Hát még ezt se tudja a bácsi, ezt nem mondta, csak úgy lehetetlen. Hát vannak fölöttünk ilyen világok. Nem is egy. Összesen 7. És amikor eléri, én mindig visszakérdeztem, mert olyan döbbenetes volt az élmény, higgyék, ez döbbenetes élmény. És te ezt látod. Akkor ketté válik. Rajzolt. És közben kérdeztem, miért válik ketté? Hát tudja bácsi, azért válik ketté, mert ott lelkek mennek föl s le. Olyan, mint a Jákob lajtorjája, tetszenek tudni. Lelkek mennek föl le, és a férfiak mennek jobbra, a nők balra. És utána mi lesz? Hát folytatódik tovább. És amikor elér egy újabb világot, ott megint. Te mondom, ezt is látod. Na, akkor kezdte érezni, hogy azért ez valami komoly, becsületes dolog. De is így rajzolta. Vékonyabbnak és kisebbnek. Mondom neki, az miért kisebb, se vékonyabb? Hát mert ahogy megyünk fölfel, egyre kevesebb lélek tud belépni. Mert egyre szűkebb a járat. Na és ő végrajzolt még 7-et. Én nem rajzolom végig. Mert eljutottunk a következő heraldikai mozzanatáig a magyar címernek. Azon heraldikai mozzanatig, ami nem véletlen egy hármas halom tetején áll. És közvetítője, mint tetszenek látni, a korona. Csak hogy teljes legyen. És a jobb oldalon pedig a fehér és a vörös, a fehér és a vörös, a fehér és a vörös. Hogy miért nincs ott a fekete, most már azt is tudhatjuk. Az a halálvilága. És a feladat nem az, hogy belépjünk, hanem hogy túllépjünk rajta. Tehát azt üzenetben nekünk nem kell fogalmazni. Mert egyébként is mindenki ebben a világban a halálvilágában él. Itt. A labirintusba. A csigába. Nem véletlen volt a menyegzői gyertyás tánc. Ilyen labirintus formájú. De gyertyával táncolták. Ami azt jelenti, átvilágították. És a gyertyát tilos volt elfújni. A nász nagynak kellett ügyelni, hogy senki emberfia a gyertyát elfújni. Nem, fújhatja. Mert az nagy bajt jelentett. Na, én ezt letörlöm most. És a következőt kell még tudjuk, a prima materiához, az erőhöz. Amely a szent helyeken jálakul. Három léptékben, három működési rendben nyilvánul meg. És aztán lesz egy csoda itt a Pilisben. Egy nagy csoda. Erre külön ki fogunk térni. Még a mai alkalommal. Mert akkor a csoda, hogy ki kell rátérni. A legalsó szinten, hozzánk nézve a legalsó szinten, hozzánk a legközelebbin, időben is, a legemberszabásúbb léptékben, mert a mindennapokban, a mi életünk keretének ez a legtestre szabottabb ritmusa. A sötét és a világos, a nappal és az éjszaka váltakozása. Már lehet sejteni, amiről most beszélek, ennek a szintnek felel meg. A feketének, a nigrédónak, ennek a működtetési szintnek. Amikor én itt vagyok, folyton ezzel a minőséggel találkozom. Lépten, nyomon. Ide 12 erőháló tartozik. Ez az én hálóm. Mind a 12 az én hálóm,
Mert mind a 12 hálóm bent van a hálomban. És amikor én hálok, vagyis álmodok, akkor ezen keresztül hallom, amit hallok, vagy nem hallom. Ezen hullámokon keresztül láthatom a saját hullám, ha akarom. Mert az álom ebben a hálomban, ahol minden hullámzik, ez az álom a kis halálom. A régiek így nevezték ugyanis az álmot. És a kis halálom és a nagy halálom között csak léptékbeli különbség van. Vagyis az álom és a putrefakció, az eltemetés között csak léptékbeli különbség van. Az egyik ehhez a 12 hálóhoz kötődik, a másik pedig az egyen nagyobb léptékű hálóhoz kötődik. De ahhoz tudni kell majd azt működtetni. És az nem olyan egyszerű, ne gondolja senki. Megtalálni egyszerű, érzékelni egyszerű, működtetni. Mert ha olyan egyszerű lenne, itt már működtetnék, és itt már... Na de reménykedjünk, mert a szerelem éve van. Azért megijedtem egy kicsit ettől, hogy volt ez, hogy új párok képződnek. Na jó. Tehát ide 12 háló tartozik. Következetes leszek. Amíg én a feketességben vagyok, még egyszer mondom, ezekkel vagyok napi kapcsolatban. Napi ritmusúak, hullámzásuk majdnem napi ritmusú, 36 órás. Ez azért van, mert nem csak a nap, hanem a hold mozgása is befolyásolja. De alapvetően a Föld tengelyforgásához kapcsolódik. Ide tartozik a híres Hartmann háló, tetszettek róla hallani? Ide tartozik a Curry háló, tetszettek róla hallani? Ide tartozik a saktábla háló, a szélrózsa irányú háló, a gót háló, a ferde hálóból azonnal kettő. Nem sorolom föl mind a 12-t. Ezek egymásra épülnek, egy azon gyökerű erőrendszert képeznek, ami azt jelenti, ha én az egyikbe belepiszkálok, azonnal változik a másik 11 is. Mert ugyanazt tetszenek érteni. Ezek nem különálló hálók, ezek egy gyökerű hálók. Ugyanaz az erő. Csak más interferencia képletet, mondaná a fizikus, más interferencia képletet rajzol ki. Ennek is megvan az oka. Na most erre mondják a természetgyógyászok, hogy igen, akinek az ágya benne van, ilyen csomópontban, az készüljön föl, hogy 6 és 8 és 10 éven belül, attól függően, hogy mennyire érzékeny, daganatos beteg lesz. De semmi baj. Én vagyok a természetgyógyász, tetszenek szólni nekem? Van telefonszámom. Potom 10 000 forintért kimérem a szobát. Csak itt, csak most, csak ennyiért. Jelentkezzenek. Na most ez egy nagy bla 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 bla. Ugyanis éppen azért vannak, mert valamire figyelmeztetni szeretnék azokat, akik itt tartoznak a fekete világban. Ugyanis 12 is háló. Hálóval halászni szoktak. És ha 12-en vannak, akkor emberekre halásznak. Ez a 12 háló emberre halászik. Ez a kegyelem 12 hálója. Ez nem egészségkárosító földsugárzás, hanem a kegyelem 12 hálója. És ha én belefekszem egy ilyen csomópontba, azért leszek beteg, mert beteg vagyok. Kedves egészségére. Hol vagyok beteg? Itt. Meg itt. Tudnélik, ha én szeretnék, és igazán szeretnék. Ami azt jelenti, hogy aki igazán szeret, az álmában is szeret. Tetszenek tudni? Nem véletlenül a Jóisten álmunkban vizsgál minket, ugyanis álmában senki nem tud hazudni. Olyat még nem látott a Teremtő se, hogy valaki álmában hazudik. Mert ilyen nincs. Olyan van, hogy azt álmodom, hogy hazudok. De hogy én hazudok álmomban, az lehetetlen. És akkor azt mondja a Jóisten, itt van 12 háló, na nézzük, álmod idején. Mert akkor vagy igazán éber, akkor vagy normális. Ahogy fölkeltél, ó, inkább oda se nézek. És mit gondolnak? Egyetlen egy erő van, ami ezt a 12 hálót úgy kitakarítja a szobából, a hálóból, hogy írmagja sem marad.
Ez a lényeg. Ez a lényeg. És eljött mi mit csinálunk? Jönnek az apostolok, Lajos, toljuk az ágyat. Meneküljünk az apostolok elől. Tényleg ezt csináljuk. Nem lenne egyszerűbb a szerelem évében? Egyébként azért lesz az emberfia beteg tőle, mert minél jobban fél és szorong, annál többet húz be belőle. És innentől kezdve teljesen mindegy, hova rakjuk az ágyat. Mert aki szorong, megy utána. Ki ne fizessük ma azt a 10 000 forintot, de még az 5 000-et sem, de még a 3-at sem. Ráadásul az egész 2 év óta olyan dinamikus változásban van, hogy azt kell mondjam, jelen pillanatban, aki lakást mér ki, az becsapja a másikat. Ezt kell mondjam. Mert nincs 2 nap, amikor ugyanott van. Nincs 2 nap. Tehát aki azt állítja, hogy kimérte a Hartmann hálót, és holnap után is ott van, az hazudik. Kénytelen vagyok ezt mondani. Úgyhogy legyenek éberek és vigyázzanak. Mert már semmi sem igaz, ami igaz volt 2 évvel ezelőtt. És ugyanez az egész erőrendszerre igaz. Tehát megyünk tovább. Az egész erőrendszerre igaz. Következő szín, de hát ide már fehérré kell válni. Vagy legalábbis a fehérség ígéretével kell rendelkezni. Tehát várni kell a fehérre. Önmagunkat fehérvárra kell tenni. És akkor mi megtaláljuk a fehérvárt. Ide 3 háló tartozik. Radikálisan lecsökkent a hálók száma. Egyébként, ha valakit érdekel a mechanizmusa, a csomópontokban az idő másképp telik, mint a nem csomópontokban. Gyorsabban. Gyorsabban. Ha berakjuk testünk azon részét a csomópontba, amit éppen belehelyeztünk, ott a sejtek elkezdenek gyorsabban élni. Gyorsabb az idő. Ha gyorsabban élnek, gyorsabb anyagcserét folytatnak. Ha gyorsabb anyagcserét folytatnak, ott vérbősség alakul ki. Ha vérbősség alakul ki, ott a radiesztéta gyulladást fog mérni. És ahol gyulladás van, ott előbb-utóbb betegség lesz. Mégpedig daganat. Miért? Mert az a rész saját idejét tekintve gyorsabb, mint a szervezet egész ideje. Elkezd burjánzani, mert gyorsabban él. És ahogy osztodik és burjánzik, ez maga a daganat. Vagyis az idő. Tessék parancsolni? Nem. Nem. Az időtlenbe kéne áthelyeződni. És akkor az ember ilyeneket, ha a régi öregektől, de őszintén mondom, hogy mit jelent az városon hallják? Hogy mit jelent az, hogy a szerelem elpárolok, de szeretetté nem esül. És megkérdezik régi öregek, falun, még most is, kint, Erdélyben, ez mi a fészkes fenét jelent? Pöstiektől hallották. Nem maguktól, mert lányfaluják. Mert hogy, és teszik hozzá, mi az asszonya, még mindig szerelemmel szeretjük egymást. Hát miért párolognál a szerelem? Hát hülyék ezek? A víz szokott párologni. A szerelem nem párolog. A szerelem, ha akarjuk, tartós. Ha megtudtuk a Szaturnusszal szilárdítani, kristályos állapotban, akkor tartós. És akkor meddig szeretik egymást? Még a világ, és még 3 nap. Na, ez a 3 háló, micsoda? Úgy hívják őket, hogy Szent György háló. Ezeket mindenki ismeri már különben. Mária háló, Krisztus háló. Na most szokták mondani a lévonalat. Nyugati szakirodalom tele van lévonallal. Én nem tudom miért. Ezek a lévonalak a Szent György vonalak kísérői, pont. Ezek nem önálló energiaáramlatok, és korántsem olyan fontosak, mint hogy a nyugati szakirodalom feltünteti őket. Viszont a nyugati szakirodalom nem ismeri azt, ami majd most következik. De mi, na most ez se véletlen. Tehát ők idáig tudnak menni. Albit még ismerik, a katárokról még hallottak, de a vörös szimpatizáltak igen a orosz kommunizmussal, jöttek is sokan nyugatról, Sartre, Camus és a többiek, nekik az volt a vörös. Ilyen szintig tudtak menni. Az nem volt egy szerencsés kiszólás, érzem. Ez a 3 háló már nem a hálomban van, mert nem méteres nagyságrendben működik, és nem napi ritmusban, hanem esztendős ritmusban.
jóval lassabb. Nyilván a keringéssel van kapcsolatban, már nem az ember keringésével, de fölhívom a szíves figyelmüket, hogy az ember keringése a föld napkörüli keringésével igenis kapcsolatban van. Az emberi test, mint templom kapcsolatban van a földdel, mint templommal. És a föld keringése kapcsolatban van, még egyszer mondom, az emberi keringése. Nagyjából 15 kilométerenként vannak a szentgyörgyhálók. Ők a leggyakoribbak. És ezekre a helyekre épültek a szent helyeink. És nyomukban a templomjaink. A három a feltámadás száma. Ő a fehérhez tartozik. Vannak, ahol sűrűbbek, mert nem szabályos, és vannak, ahol ritkábbak. Szent helyen besírülnek, mondanák Erdélyben, de szép ez a szó. Nem szent helyen pedig kitágulnak. És ami besíríti őket, sok minden, de például az ember tudatos tevékenysége. Az a tudatos tevékenység, hogy oda megy, és megszólítja a Jóistent. És imádkozik hozzá. És kér tőle, és táncol hozzá, és zenél. Mert a régi ritusban a Jóistennek zenétek és táncoltak. Azért, hogy a Jóisten is táncra perdül, mert azt mondta, ha szépen táncoltunk és énekeltünk, hogy nosza, akkor én is ott fönn a mennybe. És így csinált, és abban a pillanatban nyílt meg a menny, és ömlött le az erő. És itt lent meg már csak ennyit kellett csinálni. De hát ezt már megbeszéltük az elmúlt alkalommal. Előtti alkalommal. És ide pedig ezt a nyugati szakirodalom egyáltalán nem ismeri. Egyetlen egy elemű rendszer tartozik, és ő nem háló. Nem háló. Viszont rendkívüli dolgokat tud. Az egyik ilyen, amit tud, hogy közvetlenül a tej útereje jön át rajta. Itt a citrináció. Tehát ezeken a helyeken lehet citrinálni. Ezeken a helyeken lehet a filozófikus tejet táplálni a testet. És nem kell őket nagyon keresni, mert ezek azok a helyek, ahol rendre módra mindig jelenések vannak. A jelenés arra figyelmeztet, hogy ember a jelenben éljen már végre. Ugyanis a jelenés az semmi más, mint hogy megnyílik a menny ajta, és az örök jelen belép közénk. Éppen abban az aktuális formában, ami nekünk kell az ébredéshez. És a magasabb szintre lépéshez. Ha Máriát kell lássuk, Máriát látjuk. Ha Jézus kell lássuk, Jézust látjuk. Ha Attilát kell lássuk, Attilát fogjuk látni. Vagy valaki szentet. Vagy apostolt. Bárhonnan a hierarchiából léphetnek be, mert ez az a szint, ami minden hierarchiára be van kapcsolva. Mindre. Az összesre. Közvetlenül a tejútból, a tejút középpontjából kapja az erőt. És ez az a rendszer, amely nagyjából a 80-as évek közepe óta rendkívül intenzitással elkezdett működni. Addig holt, tetsz halott állapotban volt. És a 80-as évek közepétől irdatlan erővel elkezdett működni. A 90-es évek közepén már nagyon sokan érezték. És a jelen pillanatban már fizikai tüneteket mutat embereken. Ez az az erőrendszer. Ez nem azt jelenti, hogy az összes többi nem kapja, dehogy is nem. De azok leágazások ebből, tetszenek érteni. A finom leosztások. Mint hogy van egy főmeridián, és vannak almeridiánok. Remélem, jól mondtam. Ugyanaz az erő, csak egyre finomabb elosztásba. Amíg el nem jut a materiális létezéshez, a formák világáig. Belőle lép ki a forma. Ezek hullámzások és rezgések, és a fizikusok is ismerik már őket, azt szokták mondani, hogy ezek diamágneses energiahullámok. És tudják, mit szoktak mondani a fizikusok? Mert most már az ébredeznek ők is. Hála Istennek. Hát nem volt könnyű feladat, de... A diamágneses jelenségekről? Itt van az, amikor parajelenségek lépnek föl. Például a gravitáció időnként csökken. Egy ilyen diamágneses erővonulat mentén. Néha érezhetően csökken. Ha nagyon aktív a diamágneses vonulat, akkor elképzelhető, hogy felére csökken. Egy pillanatig, tetszenek érteni? Nem arról van szó, hogy egy napig lehet tologatni nagy sziklákat. Egy pillanatig. Na de aki tudja azt a pillanatot, és még valamit tud, ki tudja tágítani az időt? Mert végig erről beszéltünk. Azt a jelen létet, azt időtlenné tudja tágítani. Annak minden lehetséges. De az az igazság, hogy ő látja is ezeket. Csillagösvényeknek neveztük el őket. Ezt az egyelemű rendszert.
innentől vörös, ami vörös. Tehát ő ehhez kell, hogy fehérből vörös legyen. Hogy a fehér tejútról ne csak fehér gyöngyök hújanak alá, hanem vörös gyöngyök is. Ott a koronán is. Akár Egyiptomban, akár itt. Na nézzük a pilisben, mi a helyzet, jó? Én most ugrok egyet. Átugrom azt, hogy hogyan lesz az egyből kettő. Tudnélik, ez a hét művelet, a nap hét művelete, ez egy séma. A valóságban ez két különböző ágon zajlik, és mindig két különböző ágon zajlik. Vagyis két arca van ennek a hétműveletnek, és amikor mi ezt végrehajtjuk, mindig jellegadó módon valamelyik arculatával találkozunk. Van, aki az egyikkel, és van, aki a másikkal. De csak a kezdet ilyen, mert utána, ugye a negyedik, ötödik művelet után általában kiderül, hogy voltak éppen mind a két műveletet egyszerre hajtom végre. Vagyis egyszerre állok mindkét úton. Vagy ha úgy tetszik, egyszerre állok a vizen, és a száraz földön, mert az egyik útnak az a neve, az alkímiában száraz út, a másik útnak pedig az a neve, hogy nedves út. Íme a bölcsesség helye, mit jelent az angyal, aki egyik lábával a szárazon áll, és a másik lábával a tengeren áll, és kezében a könyv. És kiolvassa, ez most egy új értelmezés a vízöntő rejtélyhez képest, alkímia értelmezés, kiolvassa, hogy idő pedig nem lészem. A száraz út a mai ember számára egy viszonylag járható, bár nagy nehézségek kellenek hozzá. A nedves út a mai ember számára gyakorlatilag járhatatlan lenne, ha nem lépett volna be az üttörténetbe az Isten fia Jézus Krisztus. Ugyanis a nedves út Jézus Krisztussal nyílt meg újra, a száraz utat azt mindig is járták, csak egyre kevesebben. Szokták még a centripetális és centrifugális útnak is hívni. A tendenciája okán, majd fogjuk látni, ez mit jelent, a megvalósítási út tendenciája, mozgása okán. Szokták még, a korai teológia is ismerte ezt a két utat. A száraz utat úgy nevezték, és így találják meg a korai teológiában, még a zsinatok előtti teológiában, amikor még szabadott igazat mondani az egyház berkein belül is, hogy apofatikus teológia. Ezt az apofatikus teológiát alexandriai Kelemen Origenész képviselték. A lényeg az volt, ők úgy vélték, hogy Isten mindenben jelen van. És a mindenben jelenlévő Istenit kell a mindenből kiemelni, és visszarakni Istenbe. A másik út, a nedves út, amit az alkímia nedves útnak nevez, és akkor most többet erről nem fog beszélni, tehát nem rajzolok föl semmit. A katafatikus teológia nevet viseli az egyháztörténetben, ezt Dionysos Areopagita képviselte és a tanítványai, ők egészen szoros kapcsolatban voltak Szent Pállal, a damaszkuszival. Ők azt tanították, hogy az út során semmiben nincs benne Isten. Mert Isten kimondhatatlan, megnevezhetetlen. Vagyis ez egy nagyon nagy feltételen áll ez az út. Ezt a feltételt ők a szomjúsághoz hasonlították, ezért is hívják nedves útnak az alkimiába, és azt mondták, hogy feltételezni kell az emberi tudatnak a saját magában lévő mérhetetlen szomjúságot Isten iránt. Egészen pontosan a mérhetetlen szomjúságot az élet vize iránt. Ez a másik út. Nem lehet az egyiket külön vagy a másikat külön valósítani, az ember mindig a kettőt együtt teszi, de az indulás mindig vagy az egyik vagy a másik út, meghatározó módon. Na ez az a két út, amiről már beszéltünk, hogy indulj el egy úton, én is egy másikon. De hát úgyis találkozunk. És ott van a szertartás, vagyis a szerelemtartás, hát tudják, ahogy a dalszövege mondja. A pilisbe is két úton lehet eljutni. Mert lehet egy nedves úton eljutni, és lehet egy száraz úton eljutni. De ha tudjuk, hogy a Pilis eredetileg egy sziget volt, akkor azt is tudjuk, hogy a
Száraz utat csak úgy lehet megvalósítani, ha nedves utat is megvalósítom. És a nedves utat csak úgy lehet megvalósítani, ha száraz utat is megvalósítom. Aki mindkettőt egyszerre valósította, arra mondták az alkimisták, hogy akaratát átviszi tűzön vízen át. Ő az, aki az akaratát átviszi tűzön vízen át, ugyanis itt Isten akarása a legfontosabb. Cél és a legfontosabb eszköz. Mert itt a cél és az eszköz fedésben vannak. Itt az út és a végeredményben fedésben vannak, tehát az út épp olyan fontos, mint a végeredmény. És a végeredmény épp olyan fontos, mint az út. Az út hitelesíti a célt, és a cél hitelesíti az utat. Két olyan nagyon fontos erőáramlat van, amelyre szeretném a figyelmet fölvinni, és akkor megígérem, hogy itt befejezem a mai előadást, mert úgyis vége, mert vége kell, hogy legyen. Az egyik az az erőáramlat, amely, és akkor itt most a közöttünk tartózkodó Simon Tamás kutatásaira utalnék, hiszen ezt a maga teljességében ő bontotta ki, és ez a cikksorozat ez éppen folyamatában van, hogy megjelenik, ha jól tudom, tehát még vannak hátralévő részek a dobogóban. Az egyik erőáramlat az a börzsönyből érkezik. Hát itt most már tulajdonképpen megosztva kéne tartsuk az előadást, mert az ő kutatásai is ugyanebben az irányba mutatnak. Nagyon röviden mondom, ami most ide tartozik az alkímiához. Ugyanis a pilis a betáplálást, mivel tejút erőről van szó, értelemszerűen a tejút rendszer középpontjából kapja. A tejútnak ezt az erejét a nap és a bolygók közvetítik, mindazon színjátékon keresztül, ahol a nap és a bolygók véghaladnak, vagyis a 12 plusz 2-es állatövi és csillagképi jegyrendszerben. Közvetlenül a pilisa a betáplálást a börzsönyből kapja, ugyanis ez az erő a Földet az északi sarokpólus lyukán keresztül, és a Föld forgás tengelyén és a mágneses térerőn keresztül, ami egyébként egy alma alakú, ugye tudják. Itt az országa, amelyik jelentése. Ez maga a Föld, a maga erőterével. A mágneses erőtér is egy szakrális erőtér, ő az óvóvédő erőterünk. Közvetlenül boldogasszony erőtereként azonosítható, annak pontosabban egyik aspektusaként azonosítható. Ha hallottak a pólusváltásról, amit időnként próbálnak cáfolni, nincs mit cáfolni, mert már fele olyan erős csak a Föld mágneses tere, mint amilyen volt eredetileg az elmúlt időszakban. Ezt kezdik már érezni. Ha látnak olyat, hogy madár neki repül üvegnek vagy falnak, ez amiatt van, hogy a mágneses térerő kezd összekuszálódni. És szegény állatok, akik közvetlenül rá vannak hangolódva a mágneses erőtére, mert ez alapján tájékozódnak, már nem tudnak tájékozódni. Ugyanez van most már a patásokkal, vadakkal az erdőben. Mondják erdészek, mondják vadászok. Nagy baj van, kezdenek eltévedni a vadállatok. Tehát van, igenis van mágneses erőtér lebomlás. Annyit kell ezt tudni, hogy az egész földi mágneses erőteret a nap tartja egyensúlyban. A földi mágneses erőtérrel azért van baj, mert baj van a nappal. Manapság már minden napra jut egy napkitörés. Nem is akármilyen. A nappal pedig azért van baj, mert a nap valamit kap a háttérből a tejútrendszer középpontjából. Ahhoz szintén baj van, mondják már a csillagászok. Hihetetlen nagy anomáliákat kezdenek el észlelni a tejútrendszer középpontjában. A közvetlen betáplálása ennek nem a mágneses erőtéren keresztül, hanem a közvetlen betáplálása ennek a tejútrendszer középponti erőnek a három hálón keresztül történik a Földre. Tehát ez a három háló közvetlenül kapja a tejútrendszer középpontjából. Ez nem csak erő, tessenek úgy érteni, ez információ is. Folyamatosan kapja. Ez egy információs háló is, nem csak egy erőháló. És aki erre érzékeny, az folyamatosan visszajelzi. És érzi. És megvannak a maga tünetei. A tünetek ugyanazon rendszer mentén képződnek, amely rendszerként a földsugárzásnak nevezett, de nem az erőrendszer. Vagyis a gerincoszlop mentén, a csakrák mentén, és az egész csakra rendszernek az idegrendszeri középpontjában. Ugyanis amikor a gerinc mentén, hát ezt akkor is végig fogom mondani, ha kirúgnak minket, a gerincoszlop tetején van a limbikus rendszer.
Ez egy nagyon érdekes dolog. Tudják, ez a vegetatív idegrendszer középpontja. Ezen belül található a hipotalamusz. Igen, de mit jelent az, hogy limbikus rendszer? Meg kell nézni a szótárt. Most nem orvosi szótárt kell nézni, mert az orvosok valonnan kapták a nevet. Meg kell nézni az ógörög szótár beletnek, hogy mit jelent az, hogy limbikos. És tudják, mit fognak ott találni? Döbbenetes. Ebből egyetlen egy jelentést vett át az orvostudomány. Limbikos kívánság. A lélek kívánsággal irányítják a vegetatív idegrendszer, szimpatikus és paraszimpatikus, egyébként itt is meg kéne állni, mert egyetlen egy dolog van, amiben van szimpatikus és paraszimpatikus, ugye tudják? A mágia. A mágiában van szimpatikus mágia és paraszimpatikus mágia. El kéne gondolkozni, hogy akkor ez a két idegrendszer vajon mit csinál? Nem nehéz kitalálni. Az egyik a szimpatikus mágiát gyakorolja, a másik a paraszimpatikus mágiát gyakorolja. És miért nem tudjuk ezt gyakorolni? Mert ez ma az emberben a tudat alatt van. Na ez az agy ősi része, a limbikus rendszer, a hipotalamusz és a talamusz. És az amigdala. Na most ez a kulcs nekünk. Mondom, ez a kulcs nekünk. De ez csak majd. Mikor lesz az előadás? Áprilisban. Ugyanis a koponyának ez az igazi közepe. Ez az igazi közepe. Nem a nagy agy és a kis agy. Ami fordítva van a koponyában, ugye tudják? Mert a kis szoplák a nagy agy, és a nagy szoplák a kis agy. Hanem meg kell keresni ezt a bizonyos talamusz, limbikus rendszer, és tudják, mi van ott? Elment a kutya. Egy barlangrendszer. A boldog özsé barlangrendszer. Hát szívem szerint én most indulnék. De hát nincs se sisakom, se zseblámpám, se kutyám. Most ott van a kulcs. Tényleg ott van a kulcs, ezt lehet tudni. Ugyanis itt váltódik át a szusz tudativá, tudati energiává. Nekünk itt van dolgunk, mert az ember itt hordozza azt az idegrendszer szintjén, ami még nem tudatos. És az összes erő most azért jön, hogy ez tudatosuljon. És mik a jellemző tünetek? Na erre szokták az orvosok azt mondani, megvizsgálják ezeket az embereket, saját példámból beszélek, 2 éve benne vagyok ebbe az őrületbe. Így vizsgáltak, úgy vizsgáltak, mindig azt mondták, magának semmi baja nincsen. Menjen már a fészkes fenébe, mert ott vannak a komoly betegek, azokat kéne kezdeni. Már megint itt van, nézzék! De hát nem értik, hogy szédülök és rosszul vagyok. Na most ezek mind vegetatív tünetek. És tudják, hogy mi váltja ki? Jön föl a trutyi, a tudattalamból. Ugyanis ez az erő, ami kapja a tejútrendszer középpontjából a betáplálást, ezen az erőrendszeren kezd mossa át az embert. Ha akarja, ha nem. És ha akarja, ha nem, jön vele szemben a saját kosza. Letöröltem fekete. Ez olyan fekete, hogy borzasztó. És a legrosszabb erre nincs gyógyszer. Ne is próbálkozzanak. Erre a gyógyszer a szerelem. Ugyanis tudják, ki csinálja ezt? Maga Jézus. Meg akarom gyógyítani magamat Jézustól? Hát akkor, ugye erre mit lehet mondani? Na, vissza ide. Vissza ide. Limbikos. Kívánság mellett fő jelentése. Élet és halál ura. Tetszenek érteni? Itt van az élet és halál ura. Tehát minden, ami a putrefakciótól kezdve történik egészen a koagulációig, az itt zajlik. Itt szabadul föl, és itt zajlik. Ott zajlik. Itt valami nagyon nagy titok van. Ezt nem én mondom. Hála azoknak, akik már előttünk járva, fölfedtek egy csomó titkot. Na de hogy itt milyen nehéz áthatolni, az azt mutatja, ugye Simon Tamás kutatása is gyönyörűen jelzik, itt vaskapuk tömkelege van. Mi a vas? Mars. Mi a mars? Kalcináció. Ide csak így lehet bemenni. Tetszenek érteni? Hát hogy ne értenék? Én tudom, magamtól kérdeztem, mert én nem értem.
Na most gyorsan végigmondom. Nem csak élet és halál ura, most figyeljenek. Kibomlás, odaírja a görög szótár, vagy felbomlás. Vagy, most én átfogalmazom, örök test, vagy marad a romlott test. Így van? Hát ez a limbikosz. Ott van belül az amigdala. Képzeljék el, szív alakú, páros szerv. Na most akkor, magánhangzóknak nincs kötött értéke. Amigdala, amagdala, magdala, magdala, magdalai Mária. És odaírja az orvosi lexikon, vélhetően a szerelem érzésének idegrendszeri központja. Szív alakja van, és páros szerv, és az a neve, hogy amigdala. Egyébként a mandulából kapta a nevét. Most a mandula, az egy szent növény. Nem csak a héber hagyományban. És hogy tényleg ott járunk, tudják, hogy a talamusz mit jelent? Most egy építészettörténeti vonatkozás következik. A görög és római házakban talamusznak hívták a nászszobát. Ez a nász helye. Most meg kell kérdezni, milyen nászé? Hát az ég és föld nászai. Az Isten és az ember nászai. A szerelem évében, a Vénusz évében, a magyarság sors feladata teljesítésének az évében. Na most ennyi a feladatunk, meg fogjuk keresni itt a talamuszt, meg fogjuk keresni a limbikus rendszert, meg fogjuk keresni az amigdalát. Itt. No, telibe találja ezt az egészet egy hatalmas vonulat. De olyan vonulat, mindjárt befejezem, megérem, hogy valami hihetetlenül nagy. És azon gondolkoztam egészen a mai napig bezárólag, hogy mit keresek én itt, miért kerültem kapcsolatba a Simon Tamás barátommal, miért kerültem kapcsolatba Pilissel, amikor én soha Pilisben nem kutattam, igazándiból nem mértem. Ezt a vonalat találtam meg először. Aztán megtaláltam egy másikat. Aztán innen jön be. És utána, egymás fölött, mert ez voltak éppen két egy rendszer és egy-két rendszer, az egyik egy nagyjából észak-déli irányt vesz föl, annyi az eltérés, amennyi a mágneses elhajlásnak az értéke, a másik pedig nagyon szépen fölvesz egy erre merőleges irányt. Vagyis ha ez észak-nyugat-dél-kelet, akkor a másik lesz dél-nyugat-észak-kelet. És itt jön be, hogy mit keresek én itt. Ugyanis ha ezt fölrajzoljuk a térképre, az első, ami szembe tűnik, hát itt halad át. Itt halad át. Így. A másik így jön. Tetszenek érteni? Ha én ezt most meghosszabbítom, akkor ami itt átjött a vaskapuk rendszerén, az telibe találja a vaskaput. A Dunai vaskaput. Ott lent az alsó Magyarországban. Na de mind megy keresztül? Hát ez valami döbbenetes, hogy mind megy keresztül. Hát ha én most látnék, az nagyon jó, de nem látok a térképen, ott nem mutogatok jó, mert szemüveg nélkül most nem fogok látni. Elindul, megy, és például Tápió Szent Mártonon keresztül megy. Na most ezt lehet érezni. Ezt a vonulatot én úgy találtam meg, teljesen véletlenül nem akartam megtalálni. Azzal a kis piros vonattal utaztam. És ott Pilis Csaba térségében elkezdtem nagyon rosszul lenni. De olyan szinten rosszul voltam, hogy figyeltem, hogy mikor jön a kalausz, hogy valamit fogok neki szólni, hogy kéne valamit, tehát lehet, hogy mentőknek kell szólni, vagy nem tudom, én le fogok szállni, de nem ide megyek, Esztergomba megyek, hol van az mégis, és nagyon rosszul vagyok. És másodszor, amikor jöttem, megnéztem, hogy mi az, és kiderült, hogy ez a vonulat okozta a rosszul létet. Ami telibe talál sok mindent, a Pilishegyen átmegy, a Nagykopaszhegyen átmegy, és folytatja az útját. Ez a vonulat pedig Szarvast veszi
célba, majd, és itt lett érdekes a dolog, Békés Csaba északi részén áthaladva, Dombegyház Kunágota térségét kapja telibe, majd Aradnál megy tovább, és megy a Vaskapuba. És onnan tudják, hova megy tovább? Egyiptom gizai fennsík. De telibe. Na most. Itt van az a bizonyos... És ez az önfenfedezése volt? Hát, hogy először ezt kifedez... Lehet, hogy volt valaki előttem, de én ezt a vonalat nem itt a Pilisben találtam meg, hanem Dombegyházon. Na most itt jönne a magyarázat. Ez a magyarázat kétágú. Nagyon gyorsan megpróbálom sűríteni, mert tudom, hogy el kell menni, de ennek még bele kéne a mai eladásba férni. Ha mind a hét műveletet sikerült megvalósítani az alkímiában, mind a hét műveletet, a koagulációt is beleértve, vagyis immáron a Vajrasattva kája, vagy más néven a Dharmakája, a törvénytest valósult, akkor ezt az alkímiában úgy nevezik, hogy Kauda Pavonis. Magyarul a pávának a farka. Most ez nem azért fontos, mert jövő héten farsang farka van, hanem azért fontos, mert a páva farka egy jellegzetes motívumot visel magán. Amikor a páva szerelmi időszakban, tehát párzás idején kinyitja a farok tollát, akkor rajta ez látható. Most akár hiszik, akár nem, a dombegyházi halomrendszer 20 kilométeres átmérővel ezt a rajzolatot mutatja. Akár hiszik, akár nem, a dombegyházi halomrendszerhez, amelyhez Attila temetési monda járul, aradvégi monda, nagyon komoly, mert írásos formája is van, több is. Minden egyes halmán erőből ugyanez a pecsét rajta. És akár hiszik, akár nem, ezekben a medencékben ugyanez az erő pecsétként ott van. A Pilisszentlászlói, a Pilisszentkereszti és a Pilisszentléleki. Kauda Pavonis. Nem lehet másképp értelmezni. A páva az a halak állatövi egynek a második holtháza. A halaknak csak két holtháza van. Ez azt jelenti, hogy ha kinyitotta a páva a farok tollát és megmutatta, onnan már csak egyetlen egy lépés van. A halak után a kos jön. Ez a feltámadás előtti utolsó stáció. Tehát végrehajtottam már a kalcinációt, és már csak egyetlen egy dolog van hátra. De tényleg csak egyetlen egy. Most mehetek. És ekkor kinéz a magyar népmesébe a gyémánt palotából a királynő, és azt mondja, hát gyere, már vártalak. Épp ideje volt, hogy ide érte. Ezért vár. Nem csak fehér vár, hanem vörös vár is. Na most ennek az egésznek a tudása kétségtelen itt van. Ezt pedig nyugodtan nevezhetjük Attila vonalnak. Nyugodtan nevezhetjük. És ha ez Attila vonal, akkor viszont el kell rajta gondolkozni, hogy Attila városát hol keresünk. Mert egy biztos, és ebben olyan biztos vagyok, hogy csak na. Attila városa ezen a vonalon van, ez biztos. Máshol nem lehet. Egyébként Tápió Szentmártán és Attilával kapcsolatos, ugye tudják? És ott is van szarvas. Tehát közvetlenül e vonulat mentén található egyébként az a helyszín, ahol a Váci szarvas csoda volt. Tehát itt valami nagyon fontos kapcsolat van. És mindez Egyiptomból. Az alkímia útján. A másik pedig, ha berajzoljuk, hát ez is egy rejtélyes vonulat, mert nem akarok messzire következtetni, de legendás kontinenseket köt össze. Ugyanis ebbe az irányba telibe találja azt a helyet, ahol a legenda szerint Atlantis volt. Igen, jó dénes kutatásai. A másik irányba pedig telibe találja azt, ha folytatjuk a Földön, amit Múnak vagy Atlantisnak hívtak.
Na most, ha ez a kettő itt találkozik, mu és ataiz. Na most, ha ez a kettő itt találkozik, mert itt találkozik, akkor itt valami hangolási, áthangolási feladat van. Ugye érthető? És ezt a hangolást ővele lehet elvégezni. Mert itt van az összes információ, ami a hangoláshoz kell. Csak meg kell fejteni a kódját. De ennek az igazi kódja nem a tudatban van még, hanem a tudattalamban. Éppen ezért nem látható és nem érzékelhető. Tehát le kell érte menni a tudattalamba. Na most egy topográfiai földrajz értelemben a tudattalan, az mit jelent? Le kell ásni a föld mélyére. Hát ez a barlang. Azért van barlangban ez a tudás, mert még rejtőzik. És abban a pillanatban, hogy már nem rejtőzik, mert tudatosult, följön a napvilágra. És ennek most ideje van. Tessenek jól érteni. Mert bennünk is ez történik. Nem mondhatjuk azt, hogy még nem jött el az idő. Hiszen mindenki tapasztalja nap, mint nap. De bizony eljött az idő. És eljött az idő azért, mert a magyar küldetés, a magyar feladat éve van, eljött azért, mert a szerelem éve van. És akkor én itt hagyom abba, és majd április 5-én, Vince napján, innentől fogjuk folytatni, mert van egy harmadik vonulat is, egy majdnem észak-déli vonulat, és hogy ennek mi a szerepe, és hogyan viszonyul ez a másik kettő, ez majd akkor fog kiderülni, és akkor fogjuk megtudni azt is, hogy ez miért sárkány, és a királynak mi a dolga a sárkánya. No, hát nagyon szépen köszönöm a figyelmet, a türelmet, meg a lehetőséget.